önök által valószínűleg már kézbe vett, vagy mindjárt nem sokára kézbe vendő kötet, Vámos Miklós majdnem összes címet viselő könyvének a szerzőjét konferálnám tehát föl, és Márton Lászlót, akivel beszélgetni fog. Minden továbbit meg fognak tudni őtőlük, remélhetőleg ebből a beszélgetésből, azt is, hogy miért ez a címe ennek a kötetnek, annyit azt az egyet hadd áruljam el, hogy ez nem azt jelenti, hogy majdnem az összes műve megjelent már az Európánál Vámos Miklósnak, mert ez szinte még csak a kezdet. De hát a továbbiakat nagyon szépen kérem akkor Vámos Miklóst és Márton Lászlót, hogy fáradjanak a színpadra, és mondják el. Jó estét kívánunk, ezt már megcsináltam ott kint is, ez már egy ilyen nap. Mielőtt Laci föltenni az első kérdést, szeretném elmondani, hogy nagyon büszke vagyok önökre, hogy ide értek. Én majdnem nem. Leesik az eső, budapesti közlekedés, Békás megyéről kellett idehatolni, az nem egyszerű. Parancsolj! Na hát itt Barna Imre utat mutatott, és az első kérdésednek megfelelően az, hogy miért összes, és miért majdnem összes. Magamtól is megkérdeztem volna, de így eztem még jobb. Így kényszerítve érzed magad. Hát ugye az van, hogy az Európa Könyvkiadó kötött velem egy megállapodást 5 évvel ezelőtt, és a megállapodásban az állt, hogy kiadják az életművemet. És hát most félúton vagyunk, mert eltelt 5 év, és ez a fülszövegbe bele is írtam, hogy ez a 10. kötet. Azért ez egy jubileum. Ha teljesítjük ezt az egész szerződést, hogy megállapodtunk, 20-ig fogunk eljutni. Ezt még én is ki tudom számítani. De hát közben esetleg még írsz is valamit. Hát ha írok, az rontja a helyzetüket, mert akkor... És az az igazság, hogy az elején én nagyon rongáltam a helyzetüket, mert elég sok újat írtam. Tehát most nem tudom kiszámítani, de ha jól számolom, volt 2 új regény, ugye ez volt a... Most ha bele lenne írva, hogy melyek az eddig megjelentek, örülnék. Ez az első, amelyből kifelejtődött, de ez most tök mindegy. Tehát volt a Szitakötő, az egy regény, és új volt. Volt aztán a Csillagok világa, az is egy regény, és az is új volt. Aztán volt egy Tiszta tűz című, amelyben új kisregények és novellák voltak, és volt az összes íróval folytatott beszélgetésem, ez egyébként itt folytatódtak, ideértve a mellettem ülő kollégát, az ugye 3 a 10-ből, és azt hiszem, hogy talán ezek voltak teljesen újak. Na most ez már 4? Ez 4 a 10-ből, mint... Na mindegy. És biztos fogok újat írni, de most egy nagyon vastag munkába kezdek bele, tehát ilyen alapon nem. De vannak kiadatlan könyveim, és M. Nagy Miklóssal, aki az igazgató, egy beszélgetést folytattunk, hogy mi legyen. Ő felvetette, hogy nekem van angolul is 1,5 könyvnyi, főleg novellák, meg minden, hogy ő azt mondta, hogy milyen poén lenne egyszer azt kiadni. Én nem tudom, hogy nagy poén lenne, de kértem, hogy az ne a sorozatban legyen, hanem egy kisebb méretű, kis olcsó, mert azt szerintem csak, ha szabad ezt a szót használnom, te németes vagy, hogy a Feinschmeckerek részére, tehát nem hiszem, hogy a nagy közönséggel kezd angolul olvasni. Na várjunk csak, akkor tehát itt van egy 1,5 kötetnyi novella, ami ebben a gyűjteményben nincs benne. Az rosszabb a helyzet. Tehát ez, ugye ez azért egy fontos könyv nekem, mert bármilyen hihetetlen nekem, van benne az első ciklusban, ott azt hiszem 4 vagy 5 novella van, és abból 2-t még gimnazista koromban írtam. Konkrétan az egyiket 66-ban, másikat 67-ben. Hát ez megrendítő, az az igazság, ez megrendítő. Na és attól kezdve tart napjainkig, mert a végén van 11 új. Hát az új úgy értendő, hogy az elmúlt 5-7 évben. És az még kötetben... Az még kötetben nem jelent meg, némelyik megjelent az Élet és Irodalomban, Alföldben, Alibiben, stb. Na, de a novellai működésemnek van egy kötete, aminek az a címe, hogy Bár, és az nincs amit benne. Nem tettem bele, mert az egy olyan szorosan megszerkesztett dolog,
hogy nem, szóval, mert itt minden, tehát kötetenként haladtam úgy nagyjából, és minden kötetnek elején, mondjuk az első kötetemnek ott van az 1/5, második kötetemnek az 1/3, akkor amikor kicsit már úgy jobbnak éreztem a saját teljesítményemet, ott a fele. De tehát az egész úgyse fér bele, és a bárból a felét kiválasztani, azt egyrészt nem ment nekem. Szóval azt gondoltam, adják ki külön. Tehát akkor már maradék 10-ből megvan egy. Tehát a bár az egy olyan kötet, ami egy-egyben átvehető lett volna, és éppen ezért egyáltalán nem került. De szerinted ez nem elég vastag? Ez nem elég vastagnak látom. Ezért azt a kis viccet eszeltem ki, amiért utólag is elnézést, a jobb ízlésűektől elnézést kérek, akinek olyan rossz ízlése van, mint nekem, aztán nem fog megharagudni, hogy tartalomjegyzékben ott van, hogy bár, évszám, hogy meddig ittem, de ha oda lapozunk, akkor az van írva, van egy üres oldalod, mert bár ezek majd egy másik kötetben lesznek. Ezt én ilyen viccnek szántam. Tudom, hogy jó ízlésű író nem viccel, de... Miért? Hát ez egy jelzés, vagy útmutatás az olvasó számára, hogy majd még ez is lesz. Nem még szokták egy kicsit... ezt, tudod? Hát most, fennköltek a magyar írók. Az írók mindig előhozakodnak olyan dolgokkal, amiket mások addig nem szoktak volt, és okay. Aztán szoknak azon. Ez tetszik nekem, jó. Na de egy pillanat, csak tényleg csak egy pillanatig. Igen. Az angol nyelvű novellákon elidőzve, azokat angolul írtad eleve. Igen. Nem gondoltál-e arra, hogy csinálj magyar változatot belőle? Ez azért érdekes, amit kérdezel. Még egy zárójellel rövidre zárom ezt. Tehát én úgy ítélem meg, hogy ha a bárt kivesszük a novellákból, amelyeket írtam volt, akkor ez a többinek a fele körülbelül. De ez jó így, tehát a másik felét nem is szeretném. Tehát azért van némi önkritikám. És akkor most visszatérek az angol nyelvére. Ugye akkor én ott éltem az Egyesült Államokban, munkanyelvem volt az angol, szinte mással se foglalkoztam, és ott olyan kézenfekvőnek tűnt, hogy akkor kell, nem beszélve arról, hogy igény volt, hogy egy rossz magyar szóval mondjam ezt, mert egyet írtam úgy jókedvemből, azt mindjárt a New York Times-ban jelent meg. Nem én adtam oda, hanem egy nagyon idős amerikai író, úgy hívták, hogy Ring Lardner Jr., ő írta a Mesh című filmet többek között, szóval ott egy nagy híresség. És ő elolvasta, volt egy egyetemi lap, amiben megjelent, mindegy. Elolvasta, elküldte a New York Times-nak, mi beszélgettünk, később írtunk is közösen egy filmet, nem ide tartozik. És a New York Times-be ezt lehozták, óriási sikere lett, ezt mondhatom, írástankönyvekbe bekerült. Az amerikai írástankönyv nagyon vicces. Első kérdés, mit akar a kelet-európai szerző kifejezni azzal, hogy mi nálunk mindenkinek lehet pisztolya? Húzd alá a novellában az ide, szóval egy ilyen. Na, és akkor azt mondta a New York Times, hogy írjak még. Akkor erre felfigyelt a New Haven Register, van-e ki ilyen nevet, nem ismeri? Szerintem senki. Ez a helyi napilap ott Connecticutben, de dicső 3 millió példányos napilap, miközben 5 millióan laknak összesen. Nem tudom. És akkor azok is kértek. És akkor így kezdtem írni, majd jött egy egyetemi kiadó, University of Wisconsin Press. Ottan jelentéktelen, de azért mondjuk úgy képzelt, hogy magvetőször 6. Nem a létszám, az ugyanannyi, mint a magvető, de a kiadott művek. És azok felkértek, hogy írjak az Amerika kép Kelet-Európában. Mi sem egyszerű. És akkor írtam egy könyvet, amiben novellák voltak főleg, de közte nyáron szabadságon itt voltam, és utána néztem, hogy itt az Amerika kép hogy volt 1900-ban, 1800, a 20. században 10 évenként. Azt úgy beletettem, odaadtam, ők szépen ki is adták. És ez a nevedem megjelent. Ez megjelent. Majd ugyanekkor a szép irodalmi könyvkiadó azt mondta, hogy hát mi lesz a következő? Mondta, az volt az angol címe United States of America, azaz Egyesült Bélszímek. Egybesült. De magyarul Egybesült Államok címmel lefordította. És akkor ez nyomdára előkészülődött, szépen volt szerkesztő honorárium. Tudod, hogy lenni szokott ez a szakmába, de ekkor csődbe ment ez a kiadó, és rádőlt, és ez soha nem jelent meg magyarul. És mire hazajöttem, már nem bántam. Tehát úgy éreztem, hogy ez kinti közönségnek készült. Na, és most, amikor ezt összeállítottam, vettem egyet, azt az alapsztorimat, hogyan legyünk amerikaiak. Így lenne magyarul, és az egy véres paródia az amerikai életmódról, arról, hogy soha nincs lakásuk állandóan, már úgy értem, hogy
költöznek ide állandóan, oda? Hogy fegyverük lehet meg, most nem akarom elmondani, lefordítottam. Hát ugye az milyen gyönge magyarul, azt el sem tudom mondani. Ott van a számítógépemben. Ugyanis a nyelv fogságba ejti a szöveget. Biztos van olyan műfordító, aki le tudja fordítani jobban, mint én, de az ízei nem, tehát az, ahogy az amerikai nyelv tudja egymás mellé tenni a főneveket, mi meg nem. Csak úgy döntöttem én, hogy nem, de M. Nagy Miklós azt szeretné. Hát biztos, vannak más olyan szövegeim, amiket lefordítottam. Például volt ez az említett Tiszta tűz című kötet, abban megjelent egy Öl, butít és nyomorba dönt című novella, ami sajnos az ötletet elmeséltem Gotthár Péternek, és egy egész filmet készített belőle, elrugaszkodott. De ez nem baj, nem azért mondom. Az arról szól, hogy én a gimnazista társaimmal a Coca-Colától ilyen hallucinációkba keveredtem, mert azt mondták, hogy az drog. Ez a drog. De mi nem tud. És valami követ gyerek volt ott az iskolában. Na, és ezt szépen megírtam. Na most az amerikai cím az volt, hogy Coke Abuse, ami egy elég jó kis cím, mert a Coke az kokaint is jelent, meg Coca-Colát is, és az Abuse, ez ilyen visszaélés, amit... Na már a cím, érted? De az megjelent abba a Tiszta tűzbe, lefordítottam amennyire tudtam, de inkább újraírni kell. Mert ez szándékosan nem fordítást kérdeztem, hanem magyar változatot. Hát nem, nem, én nem hiszem, hogy vállalkozom rá, tehát hogyha ez az M. Nagy célja, akkor majd szerződtet egy műfordítót, majd az Imre mond neki egyet, bár nem tudom, az angolosokat te mondod a kiadóba, vagy másik rovat? Mindegy. Könyveim régebbi szerkesztője volt az angol főnök, de ő nyugdíjba ment teljesen, ágytól asztaltól. És most Imre az én szerkesztőm, ami rendkívül jó, mert őt még sokkal régebben ismerem. És valahogy én úgy vagyok vele, hogy akit régen ismerek, abban megbízom. Ez indokolatlan. Mondjuk Orbán Viktort is ismerem 25 éve. Na, hagyjuk ezt, csak úgy mondom, hogy... Mi lenne, ha ajánlkozna a szerkesztőnek? Orbán Viktor? Nincs neki ilyen vénája. Nincs ilyen ambíciója. Hát akkor... Vénája nincs. Ambíciója, azt nem. És pláne mi lesz, ha egyszer már nem politikus lesz, biztos valamit. Bár azt hiszem nem fog dolgozni. Kőbánya igazgató lesz, mondjuk szerintem. Na jó. Na, de te viszont dolgozol, és most így az életmű felől kéne ezt a könyvet megnézni. És ilyen általános jellegű kérdésem volna, hogy mi fontosabb neked, a regény vagy a novella? Vagy milyen szerepet játszik az egyik, és miért a másik az életedben vagy a munkádban? Hát jó, jó, jó kérdéseket teszel fel, csak az, hogy nem tudok röviden válaszolni. Pedig, mint kérdező, én azt nagyon értékelem, ha valaki kis dombokba beszél, az mondjuk igyekszem. Tehát én novellistaként indultam ezen a pályán, és azt hiszem soha az életben nem írtam volna regényt, hanem én úgy éreztem, hogy ez teljesen jó kis történet. Kinek van ideje regényt olvasni, gondoltam 20 évesen. Ez egy ostobaság, de én mégis ezt gondoltam, és merem ezt mondani, hogy ez egy ostobaság volt. Ugye most épp egy finomtollú novellista kapta a Nobel-díjat, ez bíztató azért. A kiadók azt szokták mondani, Imre sosem mondta, de általában a kiadók azt szokták mondani, hogy az olvasó nem vesz novellás kötetet. Én ezt iszonyúan tudom cáfolni, hiszen a Bár című kötetnek, ha megmondom a példányszámát, pedig az 98-ban volt, akkor itt mindenki dobna egy hátasta, hogy Pesten mondják. Na, és én írtam ezeket a novellákat, de az öreg írók, akikkel kapcsolatba kerültem, nagyon nagy nevek akkor, Déri, Örkény, meg nem Mándi, meg nem olyan nagy nevek, mint Gál István, azok mind mondták, hogy a Gál mindenkit apámnak hívta, apám, írj egy regényt, ez komolytalan dolog. És akkor jó, akkor neki láttam, és így kezdtem regényt írni. Melyik volt az első regényed? Borgisznak hívták, igen. És ugye nyomdászati történet. Jól emlékszem rá. A Borgisz a 9 pontos betűtípus, ha bármilyen hihetetlen, a nyomdászok a burzsóá szót ejtették Borgisznak nyelvtudási ilyen. Egy burzsóá nevű lap megjelent, ez 9 pontos betűtípus, az olyan ritkaság. A páros számok bűvöletében él Németország, és a nyomdászat német szakma, mint tudjuk, vagy tudtuk akkor még. Na, mindegy. És akkor így elkezdtek, és akkor hirtelen rájöttem az ízére. Tehát regényt írni az azért nagyon jó, mert nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, de én, mert neked van tudományos munkásságod, meg mindenféle szerteágazó. De én a fikció vizein evezek mindig,
kivéve, hogy most elkezdtem Fakció címmel történeteket írni, aztán tudják, hogy van a fiction, meg a non-fiction. És ugye a fiction, azt szép irodalomnak kell fordítani, de fikció, szóval olyan kitalálás. És van a non-fiction, az meg tényirodalomnak szokták fordítani, mélyen pontatlan. Na most van olyan regény, magyarul is megjelent egy, Besugókról, Györe nevű szerző tollából, amelyek egy olyan regény, hogy lényeg, hát ilyen fikció, de mindenki, akit megnevez, az tényleg él a valóságban. Az a barátja, aki besugó lett, azt úgy hívják, ahogy ő megírta, és na ezt hívják faction, tehát ezt hívják angolok fakciónak. Most én elkezdtem ilyen történeteket írni, az első majd megjelenik az Alföldbe, az nem lesz ebbe benne, mert nyáron írtam egy szigeten. Hát meg ez most na, már így itt megvan. De igen, de nem válaszoltam még az arra a kérdésre, hogy ha regényt írsz, akkor az életedből elmehetsz. Tehát mondjuk 2 év egy regény norma ideje, bár aminek én most nekivágok, az inkább 5 lesz, de ez tök mindegy. Akkor nem kell a saját életedet élni, hanem ott élsz a figuráiddal valahol, és ez marha jó. Én akkor élek, ha írok, ellentétben a Márquez címmel, hogy azért élek, hogy elmeséljem, nem, ez fordítva van. Tehát magában a mesélésben zajlik az igazi életem, a többi az csak a ráadás. Na most a novellánál ez nem megy, mert a novella az egy korty a tengerből, vagy mondhatnám, hogy egy korty élet. És annak pont az az előnye, hogy az ember a Dunapark kávéházba 9-től 12-ig úgy alapjában véve meg tudja írni. Vannak itt ilyen műfaji nehézségek, ezt az előszóba tisztáztam, hogy szerintem az külön van, hogy van a novella, elbeszélés, kisregény, regény. Igen, de hát most ez a... Nem, csak úgy. Nem, de hogy ezek szerint számos írásod jött létre kávéházban. Amikor én elkezdtem író lenni, senkinek nem volt lakása. Tehát ez a hülyeség, amit mondtak a szocialista kultúrpolitikus, az egy kávéházi író. Ez egy nagyon-nagyon ostobaság volt. Azért ültünk ott, mert mindenki a szar albérlete helyett inkább beült oda. Ilyen magasságú asztal van a kávéházban, hát remekül lehet írni. Jobb helyen adtak papírt, ceruzát. Ugye írógépelni nem lehetett a kávéházban, de az ember az novellát, az ceruzával vagy tollal. Én nagyon szeretek ceruzával, kockás papírra, és akkor ott elbámészkodom. És van még egy óriási élmény a kávéháznak. Tegyük fel, hogy valakinek van egy kastélya, vagy nagyon jó lakása, mint Zilahi, nem, 60 Lajos kollégának, de ő is szeretett a lent lévő kávéházba menni. Ott volt abban a házban, ahol lakott, ugyanis a kávéházban nem lehet totojázni. Tehát ezt nem tudom, van-e szabad foglalkozású a terembe, de ha van, az jól ismeri azt, hogy ülünk otthon, nincs főnök. És akkor még úgy nem kezdünk neki, mert hát várjunk, reggeliztem már? Nem. Na jó, reggelizem. Elolvasom az újságot, hát ugye tájékozódni kell. Azt a munkarész. Hát egy kávé még kéne. Már itt van. Nem, még egy, azt megisz. Na mit lehet még csinálni? És innen jön Déri Tibor óriási mondása, és elnézést kérek, de ezt csak szóról-szóra lehet mondani. Azt mondta Déri Tibor. Az író utolsó mencsvára a szarás. És ez így van. Mikor már semmivel nem lehet időt húzni, akkor még be lehet ülni a WC-be, lehetőleg egy könyvvel, mert akkor sokáig. Tehát van ez a totoja. Na most, ha oda megyünk a kávéházba, egyrészt mindenki úgy néz. Tehát látszik, ha az ember... Persze abban a percben, hogy bejön mondjuk a Márton, akkor már vége. Abba hagyjuk rögtön. De ha mondjuk nem jön be, vagy ő éppen nagyon fegyelmezetten így csinál, akkor nem lehet. És akkor kénytelen az ember. Tehát a kávéházban hasznosulnak a percek, otthon meg nem. Mert, és pláne ma. Meg lehet nézni az indexet. Lehet válaszolni arra az 500 levélre, amire egyébként nem fogok. Érted? Tehát otthon egyszerűen kifolyik, hogy jaj, még föl kell hívni a Berki Tamást. Na hát ezt fölhívom, elcsacsogunk le. Ó, de még föl kell hívni a Barna Imrét, és megkérdezni tőle, hogy várjál, hogy lett. És akkor az ember úgy el van, Isten ilyen, tudod, és az idő megtelik. De a kávéházban ez korlátozva. Kávéházban nem lehet. Persze, ott ülsz. A mobiltelefon van azóta. Jó, de nem illik ott, tehát az egy kicsit bunkóik dolog ott telefonálva ordítozni. Mert nem tudom, tudják-e, aki mobiltelefonál, mind ordít. Én is. Valami, egyrészt nem halljuk elég jól, és ez olyan dolog, ha mi nem halljuk, biztos ő se. És akkor, és ott ordít 16. Ez egyébként nagyon... Én egy olyan kávéházba járok, ahol finoman szól a pincér, ha valaki hangosan telefonál. És ez az említett Dunapark. Azt nagyon szeretem, szívem csücske. Tudom a történetét, tudom, ki tervezte. Megvan a fotója annak, aki tervezte. Bármi hihetetlen, mert egy távoli barátomnak távoli rokona volt. Szegénykét belőtték a Dunába közvetlenül az általa tervezett ház tövében, de hát ez a magyar történelem. Lépjünk egy kicsit tovább, hogy
ez a könyv, mint összegzés, mennyiben jelent vízválasztót az életedben? Most, hogy így ez megvan. Hát, lehet vele nagyot ütni, ahogy elnézem. Kicsit ez a nagyobb formátum volna, akkor nagyobbat is lehetne, de így is azért elég... Szerintem ebben a méretben ennél nagyobb formátumot a technológia nem enged. Mert ugye, ha kinyitod, ugye egy könyvnél az nem árt, hogyha egy kinyitja az ember, akkor úgy marad. Van, ezt mondják a nyomdászok, hogy roppantás, tehát amikor így csinálunk vele. De ezt még úgy el lehet, de szerintem már ifjú nőknek ez kényelmetlen. Tehát kicsi a kezük, meg itt, de tehát ez... Na most az, hogy nagyot üt. Ugye azt reméljük, hogy minden könyvünk nagyot üt, az ilyen vékony is. Csak nem fizikailag, hanem... Világos. És hogy ez víz az... Azért is. Én nem veszem magam olyan komolyan, hogy ilyen szavakat tudnék mondani a saját könyvem, hogy vízválasztó. Én csak azt tudom mondani, hogy ezt összeállítani azért volt nagyon jó dolog, mert az egész életemen úgy végig lehetett, még úgy állítottam, mindig eszembe jutott az a korszak, amikor azt írtam, és azért ez mérhetetlen, tehát 66-tól napjainkig. Hihetetlen idő telt el, és érdekes nézni a következő dolgot. Egy, hogy 66-ban 16 éves volt a főszereplő, 70-ben 20, tehát mindig nagyjából annyi idős volt egy ideig. Aztán kezdődött az, hogy én már öreg leszem. Na hát aztán meg lehet figyelni ezt, hogy fokozatosan leválik a szerző a szereplőiről. Igen, de mondjuk én soha, vagy alig írtam egyes szám első szemébe, az nálam a kivétel, csak a nyomós indokom volt. Ezért egy kicsi távolság mindig volt. De meg lehet nézni, hogy az utolsó novellákban ez a távolodás már kifejezetten... Nagyobbacska. Nagyobbacska. És ahogy így végigmentem az életemen, ez egyrészt nyomasztó volt. Tehát minden korszakban az általam elkövetett hibák eszembe jutottak, magánéleti, munkaügyi, rossz döntések. Eszembe jutott az a 100 000 szerkesztő, akivel dolgom volt. Tehát tudod, az időskornak van egy ilyen borzasztó, nem tudom, hogy előnye vagy hátránya, de hogy kimondanak önök egy tetszőleges nevet, és az önöknek egy adat, egy lexikon volt, nekem meg ott van egy arc, mert mondhatnám, hogy az irodalommal kapcsolatban, meg a filmmel, meg filmdramaturg voltam, színészek, majdnem mindenkit ismertem. Tehát ott a Dunapark kávéháznál ott csináltak egy Rutkai Éva parkot, nagyon örültem. De ott ül egy olyan szobor, ami olyan messze van attól, se a kinézete, se a lényege, és akkor én ott állok, és úgy érzem magam, hogy mit keresek én még itt az élők sorában. Hát én mégis inkább ővelük voltam valahogy. És akkor most ezt átéltem, ez volt a negatívum. A pozitívum viszont az volt, hogy úgy éreztem, hogy hát azért nem lehetek én a nagyon rossz író, minden korszakban így csináltam, és főleg arra ügyeltem, hogy én nagyon sok novella típust próbáltam ki. És hát vannak ilyen szintiszta párbeszédek. Hát az később, de hogy mindegyikből legyen néhány, hogy lehessen látni, és legjobb érzésem ellenére kihagytam néhány kísérleti novellát. Például írtam fiatalon, akkor ugye fiatalon az ember azt hiszi, hogy semmi nincs fontosabb, mint az ő írásai. Ez tévedés. Minden fontosabb. De írtam olyan novellát, hogy mint a filmforgatókönyv ilyen két sorba volt tördelve, és hanyagul azt kértem az olvasótól, hogy olvassa egyszerre. Ami ugye érdekes gondolat, mert az lehetetlen. Most ezt például kihagytam, pedig ilyen is ez volt. Megjelent kötetben aztán? Hogy ne jelent, minden. Akkor azt hittem, hogy ez valami. Az volt a cím, hogy a Dunánál. Mi hagyjuk. Csak az a lényeg, hogy tehát most a válogatásnál úgy megnéztem, hogy azért ez egy nagyon nagy étlap, amiből mondom. Szerintem ez úgy az 50-40%-a. 48 írás van a kötetben, és az előszóban le van írva az a mondat, hogy nem enged a szerző a 48-ból. És... Igen, hát ez is vicces. Az a helyzet, hogy én úgy tartom ezt, hogy a magyar irodalomnak egy kis hátulütője van. Biztos remek, biztos jobb, mint a belga. Ám bár akik ezt mondják, nem tudnak felsorolni 3 belga írót. Én 3-at feltok, ha nagyon erőlködöm, de én nem mondom. Tehát én szerintem minden irodalom úgy jó, ahogy van. Pláne, hogy most már világirodalom van. De a magyar irodalomnak talán az a legnagyobb jellegzetessége, hogy olyan súlyos sorskérdések. Belehalunk, meg mit tudom én. És van egy olyan irodalom, ami nem ilyen. Mondjuk azt mondanám csak, hogy Karinthy Örkény, ez a vonal. De én valahogy oda tartozom. Tehát én, ha Karinthyt olvasok, úgy érzem, hogy az a bátyám. Nekem korán sincs olyan humorom, meg egész másképp írok, de valami ez a budapesti, kicsit zsidós, belvárosi aszfalt gondolkodásmód.
ez teljesen, ahogy ő gondolkodik, tehát nekem is, ha valaki elmesél egy történetet, úgy olyasmik jutnak eszembe, mint amit ő írt, és én azért nagyon szeretem olvasni a Karintit, még jobban Örkényt, az meg annyira közel áll hozzám, hogy fiatalkoromban kifejezetten az epigonja voltam, amire nem más hívta fel a figyelmet, mint ő maga. Bár ő derűsen, aki nem derűsen, az a felesége volt, de mindegy. Szóval ez jó, de például Molnár Ferenc fiatalkori prózája, az is elképesztő csavarásokkal hozza az abszurdot. Na most ez érdekes, amit mondtam, mert Molnár a harmadik. Tehát én úgy érzem, hogy Molnár Ferenc soha nem kapta meg azt a rangot a magyar irodalomban, amit megérdemelt volna, és nem a Pál utcai fiúkkal, hanem mondjuk a haditudósító szövegeivel. Még amit előtte írt azokkal a kis párbeszédeivel, azok hihetetlen kegyetlenek. Igen, igen. És a humort itt nem szokták méltányolni irodalmi körök, de én már rég nem foglalkozom azzal, hogy ki mit méltányol, csak úgy mondom, hogy én úgy érzem, hogy én ez vagyok, és ezért előszóban meg bárhol, ha mód van rá, hogy ne olyan nagyon, tehát ne vegyem olyan nagyon komolyan magamat, akkor az első dolgom. Lehet, hogy ez attól való félelem, hogy esetleg úgyse vesznek komolyan, akkor kezdjem én. De ezt a bécsi doktorral kell megbeszélni, mert nem tudok róla, csak úgy feltételezem. Jó, hát a Burgasszéban rendel. Mert ott van még? Te ami nem azonos a ki van írva a Bergasszéban, hogy nem azonos a Burgasszéval. Na jó, de ez most nem tartozik szorosan ehhez a könyvhöz. Sokkal inkább oda tartozik, hogy ahogy az ember olvassa ezt a 48 írást, nem mindig, de majdnem mindig az az érzése, hogy önarcképet olvas. Akkor is, hogyha nincs jelen a szerző közvetlenül. Egyrészt önarcképet olvas, másrészt éppen pillanatfelvételt az adott korszakról. És nagyon érdekes nézni, ahogy haladunk előre az időbe, mondjuk a 60-as évek második felétől a 90-es évek végéig, majd pedig a 2000-es évekig. Akkor változik a szerző is, a szemlélete is változik, mert egy egyre érettebb szemmel nézi a dolgokat. Ő maga is olyan tapasztalatokat gyűjt be, amiket fiatal korában még nem gyűjtött be, és hát túl vagyunk először 60-as, 70-es, majd a 80-as éveken, majd az ezred végen is, és így megnövekszik a visszatekintés perspektívája is. És nem tudom, igazából most egy egyszerű dolgot kérdezek, amire röviden tudsz válaszolni, hogy te tudsz-e önmagad olvasója lenni? Tudtál-e például a kötet összerakásakor, és így rácsodálkozni erre a változásra? Én egyáltalán nem olvasom saját magamat. De most itt most ez egy feladat volt, de én semmilyen régi könyvemet ki sem nyitom, kivéve, ha dolog van, tehát mondjuk filmírás, ez a vagy újrakiadás. Ha újrakiadás van, nem tudom nem elolvasni, de kínszenvedés nekem. Másokét annyival szívesebben. Most ezt elolvastam, és ezt nem vettem észre, amit mondasz, de annyira igazad van, hogy a friss novellákban fajnem mindig, noha egy nyugdíj körüli ember ott, vagy több nyugdíj körül főszereplő, de sokat előjön a gyerek és a kamaszkor a novellákban. De igazad van, ezt én nem vettem észre, de gondolom idős ember hajlamosabb emlékezni. Nem, ez így fokozatosan gyűlik az emlékezés, de közben meg az éppen adott környezet is mindig jelen van, és annak a változásai is elég jól érzékelhetők. Meg nyilván az is, hogy éppen mivel foglalkozik, nem is a főhős, nem is a narrátor, hanem az elbeszélői nézőpont. Hogy a fiatalkori novellákban van egy jogászi nézőpont, egy frissen végzett jogászi nézőpont, ez egy idő után eltűnik, és akkor lesz helyette más. És hát ez is egy történet. Szóval egy ilyen, mondjuk így, hogy metatörténet, ami rátelepszik a konkrét különálló történetekre. És olyan, mintha ezt a szerző akarata ellenére külön megírta volna. Nem, a szerzőnek ez eszébe se jutott, de ettől még lehet így. Tehát most, hogy mondod, jogi kart végeztem, tehát nyilván a gondolkodásomra az valamelyest hat. Én egyébként úgy érzem, hogy mindig hat. Tehát a jognak az a nagyon szigorúan zárt logikus rendszere, azért az ott van az írás. Tehát az én írásaimban mondjuk így, hogy rend van. Ez kritikára is ad alapot. Tehát egyszer egy neves, bár kissé hisztérikus kollégánk,
és mostan akkor legyünk általánosak, úgy hívják, hogy Kornis Mihály. Ő azt mondta, elolvasta az apák könyvét, hosszú dicséret, és a végén azt mondta, hogy de van egy nagy baj ezzel a könyvvel. Hogy te úgy bánsz a történelemmel, hogy borzalmas dolgok vannak, pogrom van, első világháború, második világháború, minden van, embereket megölnek, holokauszt. De a te könyvedből az derül ki, hogy azért ez mind csak egy félreértés. Tehát igazából az élet szép, mondja Kornis. És ezt írom én. Azt mondja a Kornis, ez nem jó. Az élet ronda, mondja ő, és azt a könyvet úgy kell letenni, hogy erről meggyőződ az olvasót. És ez az apák könyvénél különösen nem így van, mert az egy rendkívül derűs könyv, ami arról szól, hogy nem lehet kiirtani minket, és a dolog újra kezdődik. Majd a könyv vége után az életben. És akkor, mikor ezt mondta, ezt a felesége által készített bableves fölött mondta egyébként, akkor, és azt, hogy hogy eszik, azt most nem mesélem el. És ott ezt elmondta, és ott ezt úgy elgondoltam, igen, én rendet szeretnék. Az én fejemben rend van, én úgy érzem, hogy a dolgokat el lehet intézni, én úgy érzem, hogy a háborúkat el lehet kerülni, itt például Magyarországon, ha a kezembe kerülne a hatalom, amitől ugye azért Isten őrizzen engem, mert hát én nem érek rá, nekem dolgom, de ha mégis, akkor én rendet tudnék tenni, az ellenérdekű felekkel leülnék egy asztalhoz, és valahogy van egy ilyen képességem, hogyha két őrjöngő embert úgy leültetek, ezt egyébként mediátornak hívják, akkor ezzel a kis higgadt modorommal addig kavargatom ottan a dolgokat, míg úgy, ha nem is békülnek ki, de úgy csend lesz, tehát úgy tudnak. És szerintem ennyi a feladat. Le kell ülni és megbeszélni közös dolgainkat. És ha van valami központi gondolata az én egész munkásságomnak, akkor az ez. Föl vagy dúlva? Ülj le, olvasd el, és akkor talán úgy rend lesz. És lehet, hogy igaza van a Kornisnak, hogy ez nem realista álláspont. De miért érdekel ez engem? Tehát én amúgy egy mikrorealista vagyok. Tehát egyetlen sort. Én olyan vagyok, hogyha azt írom, hogy és 23-án, és van egy évszám, lement az utcára, akkor megnézem az örök naptárba, hogy vajon nem volt-e vasárnap. No. Tehát én ezekre a dolgokra nagyon ügyelek. A mondani valóm lehet egy kicsit idealista, hát nem tilos ez. Nem, hát itt az a kérdés, hogy ezt most, mint politikust eddig nem próbáltunk ki, és nem tudom, erre sor kerül, de hát szóval, hogy szerzőként az egyes írásokon belül, és erre a novella műfaja szerintem alkalmasabb, mint a regény, mert itt ez gyorsan eldől, hogy sikerül, vagy nem sikerül. Most van egy novella például, ahol egy másodfokú bírósági tárgyalás van leírva, és akkor kiderül ebből a novellából, hogy ki mindenki mivel foglalkozik, mindennel foglalkozik, csak éppen magával az üggyel, a vádlottal, a bűncselekménnyel nem, holott az a tét, hogy halálra ítélik és kivégzik-e az illetőt, mert amikor íródott és amikor játszódik a történet, akkor még volt halálbünti, és ezer és egy dologgal foglalkoznak, a legapróbb kicsinyes mindennapi ügyekkel, igen, de a végén mégiscsak figyelembe veszik a figyelembe nem vett enyhítő körülményeket, és mégsem halálra ítélik, hanem letöltendő börtönbüntetésre a vádlottat, tehát ez a kiegyenlítődés végbe jön. Nézd, ha Kornis írta volna, felakasztják. De most én azt szeretném kérdezni, megragadva az alkalmat, hogy olyan régi, legalább jó ismerősök vagyunk, majdnem barátok, hogy nálad mi lenne a novellában a végén? Hát, most itt ez a te történeted. Na de játékból. Figyelj, itt a... Bátran, Laci. A dolog eszkatológiai tétje lenne kétségbe vonva. Tehát felakasztani az kevés. Tehát nálad felnégyelnék. Nem, hát akkor mondjuk minimum az embernek, mint megváltásra váró teremtménynek a sorsa dőlne el. Mondjuk bekövetkezne, vagy nem következne be. Vagy mondjuk a anyagban fogjul esett szikra, vagy kiszabadulna, és ezáltal az anyagi világ megsemmisülne, vagy nem. Nem tudom, mert nem én írtam. Na, a következő, amit... Maradhatunk ennél. Oké. Okay. Itt írok, megírom itt mindjárt a közönség szemmel láttára, csak azért nem, mert nekem most itt a kérdező feladatköre jutott, és az az írói munkássággal
annak közvetlen gyakorlásával összeütközésbe kerülhetne. Igen. Szóval, hogy két kérdés emberekről az életedben. Itt szó esett a szerkesztőkről, hogy egészen különböző szerkesztők voltak. És ha néhány szerkesztőnek a mini portréját meg tudnád itt rajzolni, akik számodra fontosak voltak, például az első nyilván, az mindig fontos, meg hát akik tudtak neked segíteni, vagy jó volt velük együtt dolgozni. A Magvetőhöz nyújtottam be először írásaimat, egy Dalos György nevű általad jól ismert Berlinben élő költő-prózaíró tanácsára, ahol Virágnéhoz keveredtem. Ő teljesen bolond volt. De olyan bolond volt, hogy egy Kristó Nagy István nevű másikkal ültek ott. Sajnos azt olvastam a Szőnyei könyvébe, hogy mind a ketten erős szálakkal kötődtek a 3x3-as vonalakhoz, de ezt én nem tudtam, és ez mindegy is. Össze volt tolva a két íróasztal, eddig a papírok, és épp mikor odamentem, és kérdeztem, hogy mi van az én beadott kéziratommal, épp azt mondta a Virágné, hogy soha nem laksz rendet, ha soha nem laksz rendet, fölgyújtom ezt. Mire azt mondta a másik, gyújtsd. Erre vette egy gyufát, és én tudtam, hogy ott van benne valahol az enyém. Na, tehát ilyen volt az első volt néhány. Virágnak volt, hogy Vilmon Gyula gyomorbajos volt. Ha hagyjuk. Az igazi szerkesztők lapoknál ültek, akik segítettek. A legfontosabb ember volt Gál István, aki szomszédom is volt, tehát egymástól laktunk 20 méterre, és ugye egymásba szerettünk. Ő neki tetszett, hogy én egy ilyen fiatal hülye vagyok, nekem meg tetszett, hogy olyan nagy könyvtára van, és akkor ő mindent elolvasott, azt is, amit nem a újírásnak adtam, csak úgy írtam, és akkor nagyon sokat javított, meg mit tudom én. Ő nagyon tolt el az ötletek felől a hagyományos tolsztói realista próza felé. Én egy kicsit mindig hagytam magam. Tehát akárki mondott olyat, ami... Akkor Mándi Iván a szürreália felé kapacitált. De hogy ő is olvasta... Ő inkább csak a megjelenteket. És akkor utólag a kávé, mert ő vele viszont tényleg heti rendszerességgel. Mándiról nem kell külön szót ejteni, a Gál Istvánnak ma is érdemes elolvasni a Ménes gazda és a Vaskor című könyveit. Hát igen, szegénynek. Na mindegy. És akkor ők voltak. Akkor volt egy Orbán Otto nevű költő, akit talán Kortársnál volt akkor. Ő ült a Kortársnál, mint prózarovat vezető, és bevittem a kis művemet, akkor undorral elmondta a véleményét. Ő azért mondta undorral, mert ő nem szerette ezt a mikrorealizmust. Ő azt hiszem, szerette, hogy a prózát szerkeszteni nem szeretett. Az is lehet, azt nem tudom. De ő azt szerette, egyébként az egészséges, hogy költő szerkeszte a prózarovatot és fordítva. De mindegy, ő azt szerette, hogyha valami úgy fel van díszítve nagyon, és akkor mondta, hogy olvassam Bethlen Miklóst, Bázmányt. Olvastam és is. És akkor olvastad. Akkor egy kicsit olyan díszítesebbek lettek a mondatok. Ez főleg az, pont az Odysz féle novellákban, akkor elkezdtek ilyen... Hát akkor ugye erőlködtem a kedvéért, mert nagyon helyes ember volt. Aztán az Élet és Irodalomban rengeteget publikáltam, és ott nagyon sok szerkesztő volt. A legjobb volt a Dérci, az semmit se segített, csak beadtam, és egy hét múlva megjelent. Ezzel sajnos például mondjuk a te kéziratot került hát rám, vagy az összes, nem tudom. De ha én valamit ott leadtam, most ennél jobban egy írót, hogy úgy mondjam, kritizálni nem lehet, mint hogy rögtön lehozza, és akkor az ember úgy nézi, befutnak gyorsan a reakciók, és ez mégse olyan jó. Tehát ez visszatérő élményem volt. De ő nagyon rendes volt. Mostanában van egy Acél Géza nevű költő. Ő Alföld. És ő folyton kér, és olyan leveleket ír, hogy nem lehet neki ellenállni. Tehát ilyen nagyon szellemes. Akkor én válaszolok. Tehát mondhatnám, hogy a levelezésünk néha épületesebb, mint amit... De azt ugye nem publikálja. Nem. A másik ilyen típusú kérdés az, hogy irodalmon kívül kik voltak rád olyan hatással, amely hatást a munkáidban nyomon lehet követni, vagy te magad érzel? Ezt a kötetet összeállítottam, és ugye én tudom, hogy írtam anyámról egy regényt, és valahogy úgy képzeltem, hogy az úgy rendben van. Már úgy értem, hogy leszámoltunk egymással azáltal. Ebben döbbenten látom, hogy rengeteg novellát írtam nagyon anyámról. Sok van benne. Tehát ebből arra következtetek, hogy nem közönséges volt az ő hatása. Azt mondhatnám, hogy anyám volt a legnagyobb hatással irodalmi működésemre, úgyis, mint ellenfél, vagy ellenző néha, és úgyis, mint modell.
távoli modell ugyan, hát ugye ahány anya novella, annyiféle anya figura, de azért mégiscsak kirajzolható belőle néhány, tudod, a legkisebb közös többszörös. Aztán a második, aki nagyon nagy hatással volt én rám, az tulajdonképpen Eszterházy Péter, nem a személye, hanem mikor megjelent ő, akkor én egy 3 kötetes szerző voltam már. És úgy éreztem, hogy hát ki ő egyáltalán. Ráadásul úgy mutatta be Gál István valami írószövetségi konferencián, hogy azt mondta... Meg az Újírásban jelent meg először. Jó, de én nagyon nem figyeltem erre még, hanem egyszer csak a Gál azon a konferencián. Miklós, itt van egy új fiatal tehetség, hadd mutassam be. És jött egy nagyon sovány, ilyen hosszú hajú, úgy nézett ki, mint egy történelmi festmény, ilyen Lennon szemüveg ott jött, nagyon furán nézett ki. Úgy nézegettem, nekem is volt hosszú hajam, de nem ennyire. És úgy nézegettem, oda nyújtotta a kezét, és olyan, valahogyan puhán nyújtotta, de én nem tudtam, hogy ő Arisza, semmit nem tudtam. A nevét se értettem, mert azt mondták, engedd meg, fiatal írótás, Péter. Azt tetszett, Péter a kedvenc nevem, különben egyik fiam is Péter. És akkor kezet fogtunk, és azt mondta nekem, tiszteletem. Én nem tudtam, hogy ez vicc. Mondtam, jó napot, hát ha tiszteltem, akkor nem lehet tegezni, gondoltam. Amit nem tudtam, hogy mi mind a ketten 1950-ben születtünk. De ez ott nem volt világos. Én voltam a beérkezett, ő meg aki most jön. És akkor elkezdtem olvasni az írásait, és láttam, hogy mindennek az ellentétét csinálja, amit én szeretek. Tehát egyáltalán nem úgy, nem szerkeszt abban az értelemben, hogy én, nincsenek építmények, csak úgy jönnek a bekezdések, de egyik jobb, mint a másik. Jönnek a mondatok, marhajok. És humora van. Tehát ha volt egy közös pont, az ez. És akkor kezdtem így rágerjedni. Tehát én szerintem nincs ember, aki Eszterházyt alaposabban ismeri, mint én. Minden sorát elolvastam, még azt is, ami csak németül van. És engem annyira szórakoztat. De eszem ágában nem volna úgy írni, ahogy ő. Tehát nagyon-nagyon távol állt tőlem. De ez, tudod, ha definiálod a kontrát, azzal erősíted magad. Tehát, hogyha definiálod, hogy na, ezt én soha nem fogom csinálni, akkor megerősödsz abba, amit viszont igen. És ilyen alapon az Eszterházy minden munkája valami felé engem elvitt, és köztünk úgy egy valami nagyon laza személyi kapcsolat is van, de igazán nem. És ebben mindig az ő pikkírt megjegyzései, amik azok nekem jót tesznek. Tehát mondjuk mondok két példát. Egyszer találkoztunk az utcán, és voltak olyan korszakaim, amikor mindig adtam tiszteletpéldányt boldognak, boldogtalannak, például amikor az Abóvú adta ki, egyszerűen azért csak mert volt, ugye? Volt. Hát én voltam a kiadóigazgató, vagy nem én voltam, de nagyon tiszteltek, tehát akkor bőkezően. Na és akkor volt, hogy adtam neki, volt, hogy nem. Amikor találkoztunk, akkor az Anya csak egy van című könyvről beszélünk, abból nem adtam. Nem azért, mert ne lett volna, nem találkoztunk, ugye én éppen tévében mulattam az értékes napjaimat, tehát nem. És akkor találkoztunk, megállított, és azt mondta, azért az Anya csak egy van. És itt elhallgatott. Én meg vártam, hogy ugye olyan arccal mondta, hogy bármi lehetett volna. Az is, hogy szar, az is. Elhallgatott, elgondolkozott. Elolvastam az első 15 oldalt. Azért az meg van csinálva. És tovább ment. És akkor én ott álltam, hogy érted, most ez mi ez? Mit jelent? Vagy mesélek neked egy másikat. Kiadtam egy Bornai Tiborral, ez biztos nem köztudott, de én mostan elment az eszem, és gitározni szoktam, és alakítottunk egy kétszemélyes zenekart. Kiadtunk egy CD-t. Az a címe neki, hogy Kalóz zene. És akkor egyszer csak találkoztam utcán az ő feleségével, és azt mondta, mi azt a CD-ket adsz ki? Mondtam, igen. Hát akkor, hát az túlzás, egyet. Hát és nekünk nem adsz? Már nagyon rég nem adtam nekik, szintén csak valahogy így alakult. Hát mondom, éppen adhatok. És mivel útba esik, amerre lakom, elhaladok az ő utcájuk előtt. Mikor megjelent, mert akkor bekanyarodtam, hogy bedobtam egyet a postaládába. Erre múlt héten kaptam tőle egy e-mailt. Azt írja az e-mailbe. Köszönöm, 2. Azért egy 67-es fotó sok mindent elmond. Eszterházy Péter. Van a, tudod, a lemez van ilyen kis füzet, és mivel én kamaszkoromban is zenéltem, van egy fotó, 67-es fotó, Berki Tamás és én állunk a berlini Decca stúdióban egy mikrofon előtt. És ez úgy tetszett neki. Most ez megint ugyanaz, hogy neki nagyon tetszett a fotó, hát hogy milyen a CD, nem mintha ez most fontos lenne. Érted? Ez az én részemről azért egy játék, vagy egy nem tudom, tudod, kiegészítő sport.
De én nem írnám azt meg, hogy megkaptam új könyvedet, és tudod, azért, ahogy állsz a kertbe, az olyan jó. Vagy nem tudom, érted? De ez nem baj, ez csak azért mondom neked, azt kérdezted, nám ez is nagyon nagy hatással volt. Eleve én nem gondoltam, hogy őt érdekli, mert egyszer azt mondta nekem, amikor megkértem, valami, akartam csinálni ilyen írók ki mit tudja, csináltam is mindegy, egy irodalmi fesztiválon, és mondom, nem csinálnál valami mást, amit, mint amit szoktál? Mire gondolsz? Mondom, a Grecsó népi táncol, a mit tudom, milyen ki rajzol, esetleg nem akarsz egy nótát elénekelni? Azt mondta, a botfülem van. Na most ebből arra következtetek, hogy hát mi, igaz, hogy a felesége kérte a CD-t, lehet, hogy... Na mindegy. Eszterházi Péter nagyon nagy hatással van rám, főleg a munkáival, és ilyen kontrában. Lehet, hogy bonyolultam, mondtam. Nem, ez tökéletesen világos számomra legalábbis. De ha már itt tartunk, akkor különféle nemzedéktársaid néha nagyon nagy fáziskéséssel indultak el hozzád képest. Például Kukorelli Endre, aki nem lényegesen fiatalabb nálad, talán egy évvel. 1984-ben jelentkezett az első verses kötetével. Hát igen, én meg ugye a kötetem 2 év cenzurális hányódás után jelent meg, 72-ben. És hát még akkor is csak 22 éves volt. Hát igen, akkor úgy éreztem, hogy meghalok, ha nem jelenik meg. Már tudod mennyi várni egy fiatalnak 2 évet? Hát ez mindenki emlékszik rá, borzasztó. És utána mi történt? Kérdezted a regényt. Megírtam Borgész című regényet, elfogadták, eltelt 1,5 év, telefonáltak a kiadóból, azt úgy hívták, hogy Kozmosz. Ott volt a New York házban az is, a Móra része. Hát a Mórának. Mindegy, menjek be tiszteletpönyökre. Bementem, én olyan boldog vagyok, ha megjönk egy könyvem. Szerintem te azt el sem tudod képzelni. Tehát ezt is simogattam meg. Na most nem, ennyire nem adom most ezt tovább. Bementem, ott volt, ugye 30 tiszteletpénzt állítottak a szocializmusban, föltéptem az első csomagot, kinyitottam a könyvet szétesett röplapjaira. Mondom, nem baj, a másik az is. És ott állt mellettem a kiadói ember, azt mondja, te ez mind ilyen? Kérdezi, mondom, én nyomtam? És akkor kinyitottuk mind. Valószínűleg ragasztott mondták, volt, és nem fűzött kötés. Hát fűzött volt, de elszúrták. Tehát ez egy karton, amit megvartak, de rosszul. Mint később kiderült, állott volt a cérna. Mindegy. Én csak azt láttam, hogy gondoltam, nem baj, megvigasztalódós típus vagyok. Nem baj, majd aki elolvassa, az összerakja, jó lesz az. De azt mondták, hát ezt így mi nem fizetjük ki. Akkor húzakodtak a nyomdával, és tudod, mi történt vele? Bezúzták. Pedig az 10 000 példány volt az első tirás. Bezúzták, és azt mondták, hát mindjárt kiadjuk újra. Újabb 1,5 év. Tehát 3 évet így vártam. És most gyorsan... És nem jelent meg közben új könyved? Mit? Talán nem. De biztos, mert a Magvetőnél jelentek meg a könyveim. Ez egy regénypályázat volt, amin nyertem egy díjat. És... Szóval azért történt más is közben az életedben, meg a pályádban. Hát volt mindenféle. Nem csak az történt, hogy rágtad a körmödet, és... Nem, hát akkoriban volt az, hogy színdarabok szerzőjeként blamáltam magam, meg szóval filmeket írt. Szóval volt, jogi kart végeztem, volt ott baj ezen kívül is. De ezt nem meglett? Hát aztán meglett, az elég nagy siker lett akkor, hát tehát így örültem. És tanúsíthatom, hogy ma is érdemes elolvasni. De most nem kapható, de majd az Európa. Nem, hát volt neki új kiadás, a több is. Hát egy volt, de az már... Mert nekem az van. Már, hát az már az olyan lehetett, megmondom neked, Apák könyve után jelent meg, az Apák könyve az 2000, tehát 2001-2002. Na, és most akkor egy kicsit meredekebb kérdést teszek fel. Na. Nem muszáj válaszolni, hogy látod önmagadat, mint írót. Egy ilyen összegző kötet után egy ilyen kérdést is fel lehet tenni. Nem érzem én ezt olyan meredeknek. Én úgy érzem, hogy én, tehát volt egy idő, hogy a Bródi János Illésegyüttes és a Cvak Unikum kötött egy házasságot, és egymást reklámozták. És akkor volt egy jelmondat erre, hogy Bródi János unikum a rockzenében. Pirulva vallom be, én találtam ki a mondatot, mert jóba voltam mind a Cvak nevű emberrel, aki egyébként egy nagyon helyes ember volt, Isten nyugosztalja, és boldogan jóba vagyok Bródi Jánosra, például ma is együtt ebédeltünk, egy konkrét Artisiusos probléma miatt, mindegy. Na, és én ezt kitaláltam, mert szilárdan meg voltam róla győződve, hogy Bródi János tényleg unikum a rockzenében, olyan nincs több. Vannak jobbak, de ilyen fajta nincs.
És én nagyon szerénytelenül, de azt gondolom, hogy én meg egy unikum vagyok a magyar irodalomban. Unikumságomnak az alábbiak az összetevői. Egy. Nem nyughatom. Tehát amikor már úgy ott tartok, hogy beérkezett írónak számon tartanak, akkor rögtön gitároznom kell, hogy egy példát mondjak. Amikor az anya csak egy van, kezd sikeres lenni, akkor a tévésorozattal próbálom fölhívni a figyelmet arra, hogy azért én nem vagyok komoly író, mert ugye aki a tévében szerepel, az nem az. És így tovább. És egész életemben ezt csináltam. Amikor úgy kezdtek rendbe lenni a dolgok, gyorsan elmentem Amerikába 3 évre, hogy... És így tovább. Tudod? És én ezért vagyok egy unikum, mert valahogy nem nyughatom. Vagy amikor már úgy az lenne a dolgot, hogy úgy otthon maradj, ne foglalkozz semmivel, akkor írótársakkal 2 heti rendszerességgel ülök itten, és kérdezem őket, és 2 ilyen marha nagy kötetet kiadok. Hány íróval beszélgettél összesen? 77. Tehát nincs is annyi. De az igazság az, hogy én azt nagyon szerettem. Mert én csupa olyat kérdeztem, ami engem érdekelt, és a titkaitokról nagyon sok dolog kiderült nekem, függetlenül attól, hogy némelyik se a tévéműsorban nem került bele, se a kötetbe. Mert aztán, de én nagyon sokat megtanultam arról, hogy ki hogy ír, kinek mik a fortéjai, és én talán kávéházba is végig kérdeztem volna mindenkit, ha nincs ez a véletlen. És mit tudtál kezdeni azzal a problémával, hogy lehet valaki esetleg jó író, de ettől függetlenül rosszul kommunikál? Én nekem az a tapasztalatom, hogy van itt egy félreértés ezzel a műfajjal kapcsolatban. Ugye a tévések, a profik, azok azt hiszik, hogy az a feladat, hogy oda jön valaki, és ők ott villogjanak mellette. Sőt, és az is villogjon. Ezért megbeszélik, hogy tehát nagyon sok ilyen, jó, hát ez egy szürke író, nem érdekes, de tudsz te még valamit azon kívül? Hát igen, tudok gyors tempóba papírhajót hajtogatni. Nagyszerű. Akkor papírhajót fogunk hajtogatni. És jön egy műsor, hát biztos érdekes a papírhajó hajtogatás, de gondolom én az óvodában lenne érdekes. Tehát én nem ezt csinálom. Nekem az a munkahipotézisem, hogy mindenki legyen olyan, amilyen. Én azt szeretném megmutatni, amilyen. És ez nagyon fontos mondat. És nem olyan, amilyennek mutatni akarja magát. Tehát én semmi mással nem foglalkoztam, mint megpróbáltam olyan helyzetbe hozni, hogy ő ellazuljon, jó érezze magát, és olyan legyen, amilyen lenne a kávéházban, vagy családi körben. És akkor visszatérő vélemény volt a néző, hogy érdekes, az írók ilyen jó fejek, én ezt nem is tudtam, lapítottam. Ennyire nem jó fejek. De ha segítesz, ki lehet hámozni, ha segítesz belőlük, nekik, igen. Érted? És tehát ilyen alapon rossz interjú alanyom nekem nem volt. Olyan volt, hogy egy beszélgetés rosszul sikerült. És én nem sértődöm meg ettől, tehát például a klubrádióban most minden héten van egy ilyen zenés beszélgetése, ott is van, ami rosszul sikerül. És akkor én azt tudom. Tehát én nem dumálom ki, ó, jó volt az. Nem. Ami rosszul sikerül. Ha semmi nem sikerül rosszul, akkor jól se. Tehát kell néhány rosszul sikerült, hogy te tudd, hogy ez a rossz. Klubrádiós program mióta van? Hát ez június eleje óta, tehát és ez szintén új. A gitározás miatt van. Mert telefonáltak a klubrádióba, és azt mondták, hogy csináljak nekik egy műsort, ahol beszélgessek a magyar írókkal. Not again. Hogy érted? Már, mondom, már mindenkivel beszélgettem. Van, akivel többször már, azt nem. De ha akarjátok, beszélgetnék emberekkel, és mindig elhangzik valami élő zene. Jó. Mondták, úgyis zenés rádió lettek valahogy. Hát muszáj nekik az lenni, igen. És akkor még azt az intimitást is elmondom neked, hogy kérdezték, hogy mennyit kérek, és mondtam, semmit, ingyen van. Ezzel támogatlak titeket. Ezt álnokul mondtam, ez azért jó, mert nem követelhetnek tőlem semmit. Na, és akkor oda jön valaki, mindig más. Például holnap jönni fog a Péterfi Bori. Na, de mi együtt elő fogunk valamit énekelni, amire volt egy próba, fölkészültünk. Akkor volt a Herzku Ágnes népdalénekes, vele presszert énekeltünk, tudod? Na most nekem az nem annyira a rádióadás az élvezet, mint az, hogy összeülök próbálni igazi zenészekkel, és úgy nagyjából tűrik, vagy mit tudom, játszottam a Zoránnal, mondjuk. Hát azért ez egy nagyon nagy mester. És szépen elmentem a házába, összetanultunk egy számot, és olyan egész jól sikerült. Egy hét múlva megkapom CD-n, és akkor mindig meghallgatom, már némelyik nem sikerül annyira. De közben van egy jó ízű beszélgetés. Ők meg boldogok, mert tudják jól, hogy a zenéről fogunk beszélgetni, és a zenéről arról úgy érdemes. Hát meg értenek is hozzá. Hívok színészeket is, tehát már volt 2 színész, de olyat, aki énekel, sőt,
Lásd csodát, Grecsó Krisztiánt is elhívtam, mert ő gitározik néha, és akkor gitározott, énekelt, kicsit vokáloztam neki, meg lekísértem. Mm. Most nekem egy állati élvezet. Azt nem tudom persze, hogyha ül mondjuk a bölcsészkaron egy irodalom kritikus, és az, azt hallja, hogy a Vámos a klubrádióban gitározik a presszerrel, vagy a... Már sokan voltak. Vagy nem tudom, Dress Mihály szakszofonozott én meg. Akkor ő mit gondol? Hát én szerintem ilyenkor két legitim kérdést lehet föltenni. Na. Egy, hogy tud-e gitározni az illető? Nem. Még? De nagyon gyakorol. Igen, de ez már majdnem annyi, mintha tudna. És a másik az, hogy ez mondjuk fő foglalkozását, az írói mesterséget hogyan befolyásolja. Igen, ezek remek kérdések, de nem tőlem várod a választ. Nem, én kérdezek a fiktív irodalom kritikus helyett más dolgokat. Például nekem most az jutott eszembe, de közben úgy látom, hogy lassan-lassan az időnk végére járunk, úgyhogy... Azt jól látod, mert van egy óra. Arra biztatnám, legyenek kérdések? Tudod, ez egy olyan dolog... Nem zárkózunk el, de a közönség nem szeret kérdezni. Én sem kérdezem. Nem, most ezt ne legyenek ilyen. Aki akar, bármikor tegye fel a kezét. Lehet így gondolkodni rajta. Csak ne legyen az, hogy mi hallgatunk. Nem, mi nem hallgatunk, mert nekem nagyon sok kérdésem van még. Azért mondom most, hogy így lehet rajta gondolkodni, és majd úgy fokozatosan bevonódnak. Ha nem vonódnak be a közönség soraiból a potenciális kérdezők, akkor kérdezek én tovább, amíg végére nem érünk, mert majd akkor végére érünk. Hát szerintem van még egy erős 10 percünk. Persze. Nem, most például arra volnék kíváncsi, hogy milyen a viszonyod a fiatalabb nemzedékekhez. Van-e olyas valaki, akire felfigyeltél, vagy aki megítélésed szerint, vagy saját bevallása szerint tanult tőled? Ez jó volna hallani erről valamit. Amikor a Bóvóban voltam, akkor én nagyon fontosnak tartottam, hogy minden évben kiadjunk egy teljesen ismeretlent, és ez így is volt abban az 5 évben, és nem volt rossz az érvényesülés aránya. Emlékszem a Hanvai Kornélra hát például. Igen. Tehát én némileg büszke vagyok azokra, akik ott jelentek meg. Amikor annak vége szakadt, akkor is hát úgy jelentkezgetnek fiatal írók. A többség segítséget akar, nem tanácsot. Tehát adjam ki. És mondom neki, hol adjam ki? Hát az abból. Mondom, 97-ben minden ilyen lehetőségem megszűnt. Hogy lehet az? Mikor ott jelennek meg a könyvei? Mondom, előtte a Magvetőnél jelentek meg, és azt se tudtam elintézni. De tehát ezt a részt, ezt hagyjuk. Jó, ez vannak, egy üzleti. Akik valamilyen szakmai kérdéssel jönnek. Én mindenkit kiszolgálok, mert engem is kiszolgáltak ezek az említettek. Tehát úgy érzem, hogy kötelességem továbbadni. Ilyen alapon van egy olyan 8-10 fiatal író, akivel nagyon jó a viszonyom. Mondjuk Tóth Krisztina, akivel egyszerűen Szigligeten valami irodalmi rendezvényen összebarátkoztunk, jót beszélgettünk, azóta megvitatjuk az irodalmi ügyeket. Pláne amióta prózát ír azóta. Szokott. Mint hogyha a Pixel című könyvéről beszélgettél volna vele. Hát is, de is. Több. Szóval az ő prózai munkásságát én nagyon bírom, és szerintem ez az ő világa. De persze nagyon jó költő, de na. Aztán az említett Grecsó, akit már akkor, ő egy ideig úgy tartotta, hogy én az ő mestere vagyok, még valami tévéműsorban is elcitált, aminek az volt a címe, hogy Mester és Tanítványa. De ilyenek voltak ott, hogy a Vitrai, meg valami fiatal reporter, meg én. De aztán ezt nagyon hamar abba hagyta, amikor a Magvető szerzője lett. Azóta a Magvetős nagy szerzők az ő mesterei, de ez rendben van. Ezzel együtt úgy érzem, hogy ő nemzedéke legjobbja, tehát ő egy nagy prózaíró lesz majd egyszer. Aztán van két, mondjuk így, hogy haverom, az köt minket össze, hogy mind a kettő dadog. És hát én erőteljesen dadogtam valaha, tehát dadogósok. Ezért voltam jóban a szegény Kertész Ákossal, aki most reméljük angolul dadog valahol. Na mindegy. És az egyiket úgy hívják, hogy Pap Sándor Zsigmond. Ő a Népszabadságnál valamilyen rovatvezető. Hát és több regénye megjelent. De az egyik, aminek most a címe nem fog eszembe jutni, és egy erdélyi regény, az nekem igazán nagyon tetszett. És ezek a kapcsolatok egyébként mindig a Grecsóval is úgy keletkeztek, hogy elolvastam a Pletyka anyut, felhívtam.
azt a papot is felhívtam, kiderült, hogy dadog, rögtön belopta magát a szívembe. És van egy, aki viszont nagyon dadog, őt tudják, hogy Benedek Szabolcs. Őt is felhívtam egy bizonyos könyv után, kiderült, hogy a statisztikai hivatalban dolgozik, ott ő szerkeszti ezeket a statisztikai évkönyveket, ezt mély részvéttel mondom. De. Na most ő 18 kötetes szerző. Nagyon-nagyon sokat szerintem dolgozik. Szerintem egy remek író, különösen a realista novellái, és most írt egy új könyvet, az a címe, hogy Focialista forradalom. Ezt nem ő találta ki, és nem a holland események, hanem amikor a berni világbajnokságot elvesztették a derék magyarok Élen Puskás öcsivel, és jöttek hazafel, akkor Budapesten zavargások törtek ki, csak ezt... És fejeket követelt a nép? Hát mentek az utcán, és egy darabig azt kiabálták, vesszen Puskás, vesszen Sebő, nem, Sebes, Sebes az volt a szövetségi kapitány, de aztán áttértek arra többi vezető, tehát a politikusokra. A rendőrség simán ezeket szétverte, perek lettek kész, de egy sor nem jelent meg róla soha. De akik akkor részt vettek benne, így hívták, hogy Focialista forradalom. No. És ő írt egy nagyon jó pofa regényt erről, Libri nevű kiadó adta ki, ott van szemben, vérvörös borító, nem rossz egyébként a borító, csak a strukturalista. Következő történt a könyvvel. Én elhatároztam, hogy írok róla valahova. És akkor szóltam a Figyelőnek, az egy olyan lap, hogy oda néha szoktam, kérném ezt a könyvet. Jó, mondták. Csöngetett egy futár, ez nem volt nagyon régen, múlt héten, mondjuk így, hogy szerdán, de lehet, hogy csütörtökön, és hozta ezt a könyvet. Átvettem, gyorsan elolvastam, de ismertem, mert hát olyan kapcsolatban vagyok a Szabolcsról, hogy tanácsokat is adtam neki az első szöveggel kapcsolatban. Elolvastam, de elégedett voltam. Jó, írok erről. Megírtam a kis recenziót. Gondoltam, hogy ezt nem a Figyelőbe írom, mert nagyon soká fog megjelenni, hanem a Népszabadságnak. Ott szívesen elfogadnak tőlem ilyen. Ennek csak az a hátránya, hogy nagyon rövid, tehát 4000 karakter, de tudok én tömör lenni. Megírtam szépen ezt, és akkor egyszer csak jött egy e-mail, és azt írta a Figyelő, hogy elnézést kérünk, de azt írja a Libri kiadó, hogy egy hiba miatt visszaviszik a nyomdába az összes példányt, és majd 2 hét múlva megjelentetik. Na most ugye én a Borgisszal a hátam mögött teljes részvétel vagyok. És hát nem tudom, azt ígérik, hogy ez most hetekbe fog telni, és nem másfél évbe. Azonnal odaírtam ezt a végére a kritikának. És csak is azért írtam oda, mert hogy lehet ilyet csinálni? Aztán megkérdeztem a Benedeket, és azt mondta, hogy nem a végső kiavított példányt küldték a nyomdába, hanem egyel vagy kettővel előbbit. És névtévesztések vannak, tehát valakit így hívnak, meg úgy hívnak. Ez nem tetszik nekem nagyon. Hát az se olyan nagyon jó, hogyha nem küldik vissza a nyomdába, és úgy kerül ki a boltba. Én attól féltem, hogy megdumálják. Nem van nagy baj az, te. Most már kinyomtuk. Azt hiszem az a reális magyarázat, hogy nem nyomták ki azt, nem tudom mennyit nyomnak egy ilyenből, 1000-2000, de biztos nem nyomták ki az egészet, csak néhány százat, és akkor a külső borítót megtarthatják. Én, mint nyomdász, titkon megsugom neked, hogy egy schnitzlerrel le lehet vágni a kemény borítót is. Belívet eldobni, új előzék, tehát lehet, ezt nem tudom. De lényeg az, hogy azt ígérik, hogy 2 hét, vagy nem tudom. Én ezt gyorsan beleírtam oda, és abban a reményben, hogy ha egy kis balhé lenne a könyv körül, akkor végre a Benedek Szabolcs bekerülne oda, ahova 18 könyvvel se tudott. Még mindig fiatal író, 40 éves, 2 gyerekes atya. Meddig lesz fiatal éves, és hát már 15 éve a pályán van. Na, és én tudom miért, mert a Pont kiadónál jelent meg, kutya se figyelt oda. Hát ennyit tudna, most a fiatalokat kérdezted. Körülbelül ezekkel vagyok, de bárki, ha hozzám fordul, legalább egy novellát elolvasok, sajnos meg is értem, akinek, mert én szakmában nem hazudok, tehát ha nem tetszik, nem tetszik. Hát, most elérkezett az ideje a kérdések feltevésének. Hát ugye, ha vannak. Semmi kényszer, de minden lehetőség adott. Nem tartunk kínos, hosszú csenddel járó. Tessék. Kérdésem van. Az előszóban kétszer is előfordul a rózsabokor, mint kifejezés. Mesélj el, amit a kapcsolata, milyen kapcsolata van ebben a növényen? Hát ugye nem rózsabokorban jöttem a világra. Ez lenne a legkézenfekvőbb kapcsolat. De van egy mély kapcsolatom. Szerintem a rózsa a legszebb növény a világon,
és ha nem lenne olyan igényes növény, a rózsabokor, már lenne a kertemben. Tehát elviszerelem van a rózsák iránt, és különösen a sárga rózsák. Tehát ha valaki nekem azt mondja, hogy rózsa, akkor a többséggel ellentétben, és nem a konzsuzsa miatt, az én, vagy a bródi miatt, az én fejemben a sárga rózsa jelenik meg, mert nekem az nagyon tetszik. De ezt nem tettem még soha közhírét, tehát lehet, hogy most hiba, de a sárga rózsa az, az tud valamit, amit a többi rózsa nem. Akkor is, ha nem egy homokon hervad, ahogy egy dalban éneklik ezt. Na, legyen az, hogyha senki más nem akar kérdezni, amivel nem azt mondom, hogy ne kérdezzenek, csak akkor te kérdezhetsz egy utolsót, és jól fontold meg, mert egy utolsó kérdés az ugye nem akármi. Én nagyon jól meggondoltam, úgyhogy most így körülnézek. Ott valaki szeretne. Igen, de nem szép irodalmi könyv volt ez, hanem holokauszttal kapcsolatos szakkönyv. És a családom nagyon, egyik ága nagyon érintett a holokausztba, és nekem azt tudni kellett, hogy abban mi van, de én azt soha többet nem tudnám elolvasni, és sok más, tehát vannak filmek, amelyeket csak félig tudtam megnézni, mert én rögtön átélem. Tehát én azt nem tudom elképzelni, hogy derék, vajevő német családapák oda mentek, megfogtak csecsemőket, és zúgy így bedobták egy kazánba. Azt hogy lehet? És ugye rengeteg visszaemlékezés van, hogy ezek tényleg rendes, amúgy ezek rendes emberek voltak. És akkor mondták, parancsra tettem. Én nem tudom elinni, hogy valaki be tud dobni egy csecsemőt a kemencébe, vagy meg tud ölni. Még akkor se, ha katona. És Kertész Imre nagyon jól bebizonyította azt, hogy igenis fel lehetett lázadni. Például egy ezredet oda vezényeltek, most már nem tudom, hogy Auschwitzba vagy Buchenwaldba, és azok derék Wehrmacht, igazi frontkatonák voltak, és megtagadták, ők itt nem szolgálnak. És megkapták a büntetést, visszavezényelték őket a frontra. De nem végezték ki, nem fokozták le. Tehát igenis, és egyébként mindig lehet ellenállni, valahogy. Olyan helyzet, hogy ne lehetne ellenállni, nincs. Szóval ezt a holokauszttal kapcsolatos dolgokat nagyon-nagyon nehezen tudom elolvasni, de egyébként szép irodalmi könyv nincs, ami, ha nagy hatást tett rám, akkor 2-3 évente elolvasom. Van egy ilyen lista, amit újra meg újra. Így van ez. Tessék. A technika megkönnyíti az életünket. Meg. De nem sajnálja az, hogyha számítógépen dolgozik, akkor az első variáció, az első gondolat eltűnik. Mondjuk én nagyon sajnálom, hogy már nem látom ki a szép kézírásokat. Hogy kinek mi jutott először eszébe, hogy vetette papírra, mit javított rajta, mi változott. Nem kár azért, hogy eltűnik az első? Hát egyrészt nem feltétlen tűnik el, hiszen én például az új novellák mindegyikét füzetekbe írtam ceruzával, tehát szabad azért. Másrészt, volt is erről szó. A számítógépbe se tűnik feltétlen, mert ha akarja az ember, kimenti azt a változatot, például én így is szoktam csinálni, és egy másikba dolgozik tovább, mert mi van, ha volt benne valami, ami jó. Egyáltalán én soha nem sajnálom, a technika fejlődése az csak jót hoz, semmi rosszat, csak jót hoz. Mindig mindennek az árnyoldalai megmutatkoznak, aztán eltűnnek. Ahogy a színházasok azt hitték a film feltalálásakor, hogy vége a színháznak. Beadványt küldtek a önkormányzathoz, amit akkor nem így hívtak, de ez mindegy, és azt írták, hogy kérjük, hogy tiltsák meg a színházak, nem, a színházak írták, tiltsák meg a mozisoknak, mozi nem volt még, kávéházakban volt filmvetítés, de volt 3-4 egy nap. Tiltsák meg, nekik is csak egyszer lehessen, különben mi alul maradunk. Aztán, amikor megjelent a tévé, akkor a filmesek kezdtek majd rézni, meg egyszer a színházasok, és látja, mindig minden megmarad. Most van egy izgalom a CD-vel. Hát én biztosíthatom önt, hogy néhány év múlva megint venni fogjuk a CD-t, talán még a fekete lemezeket is. Mert mindig minden, az új, az hozzájön, átmenetileg elnyomja, és hogy akkor ugye a szakmánkhoz térjünk, a könyvek mindig meg fognak maradni. Mindig. Ez a nyomtatott. Lehet, hogy a papír modernebb lesz, lehet, hogy olyan lesz, hogyha elolvastuk, egy gomnyomásra el lehet tüntetni róla, ami ott van, és elektronikus úton oda jöhet a következő, az lehet. De hogy könyvespolcon lévő könyv lesz, míg a világ,
Az biztos. Kérdés, hogy a világ meddig világ, de erre a kollega fog felelni. Igazán büszke vagyok, jól belejöttek a kérdésekbe, tényleg. De most azt hiszem, mégiscsak neked kéne. De szerintem ez a világ-világ, ez jó végszó volt. Igen? Hát akkor ezzel a jó végszóval így kórusban megköszönjük megtisztelő figyelmüket, és én csak azt kérem, hogy tartsanak meg jó emlékezetükben. Köszönöm szépen. Ha meditációt óhajtanak, fáradjanak ide. Önök által valószínűleg már kézbe vett, vagy mindjárt nem sokára kézbe vendő kötet, Vámos Miklós majdnem összes címet viselő könyvének a szerzőjét konferálnám tehát föl, és Márton Lászlót, akivel beszélgetni fog. Minden továbbit meg fognak tudni őtőlük, remélhetőleg ebből a beszélgetésből, azt is, hogy miért ez a címe ennek a kötetnek, annyit, azt az egyet hadd áruljam el, hogy ez nem azt jelenti, hogy majdnem az összes műve megjelent már az Európánál Vámos Miklósnak, mert ez szinte még csak a kezdet. De hát a továbbiakat nagyon szépen kérem akkor Vámos Miklóst és Márton Lászlót, hogy fáradjanak a színpadra, és mondják el. Jó estét kívánunk, ezt már megcsináltam ott kint is, ez már egy ilyen nap. Mielőtt Laci föltenni az első kérdést, szeretném elmondani, hogy nagyon büszke vagyok önökre, hogy ideértek. Én majdnem nem. Leesik az eső, budapesti közlekedés, Békásmegyerről kellett idehatolni, az nem egyszerű. Parancsolj! Na hát itt Barna Imre utat mutatott, és az első kérdésednek megfelelően az, hogy miért összes, és miért majdnem összes. Magamtól is megkérdeztem volna, de így aztán még jobb. Így kényszerítve érzed magad. Hát ugye az van, hogy az Európa Könyvkiadó kötött velem egy megállapodást 5 évvel ezelőtt, és a megállapodásban az állt, hogy kiadják az életművemet. És hát most félúton vagyunk, mert eltelt 5 év, és ez a fülszövegbe bele is írtam, hogy ez a 10. kötet. Azért ez egy jubileum. Ha teljesítjük ezt az egész szerződést, hogy megállapodtunk, 20-ig fogunk eljutni. Ezt még én is ki tudom számítani. De hát közben esetleg még írsz is valamit. Hát ha írok, az rontja a helyzetüket, mert akkor... És az az igazság, hogy az elején én nagyon rongáltam a helyzetüket, mert elég sok újat írtam. Tehát most nem tudom kiszámítani, de ha jól számolom, volt 2 új regény, ugye ez volt a... Most ha bele lenne írva, hogy melyek az eddig megjelentek, örülnék. Ez az első, amelyből kifelejtődött, de ez most tök mindegy. Tehát volt a Szitakötő, az egy regény, és új volt. Volt aztán a Csillagok világa, az is egy regény, és az is új volt. Aztán volt egy Tiszta tűz című, amelyben új kisregények és novellák voltak, és volt az összes íróval folytatott beszélgetésem, ez egyébként itt folytatódtak, idejött a mellettem ülő kollégát, az ugye 3 a 10-ből, és azt hiszem, hogy talán ezek voltak teljesen újak. Na most ez már 4? Ez 4 a 10-ből, mint... Na mindegy. És biztos fogok újat írni, de most egy nagyon vastag munkába kezdek bele, tehát ilyen alapon nem. De vannak kiadatlan könyveim, és M. Nagy Miklóssal, aki az igazgató, egy beszélgetést folytattunk, hogy mi legyen. Ő felvetette, hogy nekem van angolul is 1,5 könyvnyi, főleg novellák, meg minden, hogy ő azt mondta, hogy milyen poén lenne egyszer azt kiadni. Én nem tudom, hogy nagy poén lenne, de kértem, hogy az ne a sorozatban legyen, hanem egy kisebb méretű, kis olcsó, mert azt szerintem csak, ha szabad ezt a szót használnom, te németes vagy, te
hogy a Feinschmeckerek részére, tehát nem hiszem, hogy a nagy közönséggel kezd angolul olvasni. Na várjunk csak, akkor tehát itt van egy másfél kötetnyi novella, ami ebben a gyűjteményben nincs benne. Az rosszabb a helyzet. Tehát ez, ugye ez azért egy fontos könyv nekem, mert bármilyen hihetetlen nekem, van benne az első ciklusban, ott azt hiszem 4 vagy 5 novella van, és abból 2 még gimnazista koromban írtam. Konkrétan az egyiket 66-ban, másikat 67-ben. Hát ez megrendítő, az az igazság, ez megrendítő. Na és attól kezdve tart napjainkig, mert a végén van 11 új. Hát az új úgy értendő, hogy az elmúlt 5-7 évben. És az még kötetben? Az még kötetben nem jelent meg, némelyik megjelent. Az Élet és Irodalomban, Alföldben, Alibiben, stb. Na, de a novellai működésemnek van egy kötete, aminek az a címe, hogy Bár, és az nincs amit benne. Nem tettem bele, mert az egy olyan szorosan megszerkesztett dolog, hogy nem, mert itt minden, tehát kötetenként haladtam úgy nagyjából, és minden kötetnek elején, mondjuk az első kötetemnek ott van az 1/5, második kötetemnek az 1/3, akkor amikor kicsit már úgy jobbnak éreztem a saját teljesítményem, ott a fele. De tehát az egész úgyse fér bele, és a Bárból a felét kiválasztani, azt egyrészt nem ment nekem. Szóval azt gondoltam, adják ki külön. Tehát akkor már maradék 10-ből megvan egy. Tehát a Bár az egy olyan kötet, ami egy-egyben átvehető lett volna, és éppen ezért egyáltalán nem került. De szerinted ez nem elég vastag? Ez nem elég vastagnak látom. Tehát ezért azt a kis viccet eszeltem ki, amiért utólag is elnézést, a jobb ízlésűektől elnézést kérek, akinek olyan rossz ízlése van, mint nekem, aztán nem fog megharagudni, hogy tartalomjegyzékben ott van, hogy Bár, évszám, hogy meddig ittem, de ha oda lapozunk, akkor az van írva, van egy üres oldalod, ami a Bár, ezek majd egy másik kötetbe lesznek. Ezt én ilyen viccnek szántam. Tudom, hogy jó ízlésű író nem viccel, de... Miért? Hát ez egy jelzés vagy útmutatás az olvasó számára, hogy majd még ez is lesz. Nem még szokták egy kicsit... ezt, tudod? Most, fennköltek a magyar írók. Az írók mindig előhozakodnak olyan dolgokkal, amiket mások addig nem szoktak volt, és aztán szoknak. Azon. Ez tetszik nekem, jó. Na de egy pillanat, csak tényleg csak egy pillanatig az angol nyelvű novellákon elidőzve, azokat angolul írtad eleve. Igen. Nem gondoltál-e arra, hogy csinálj magyar változatot belőle? Ez azért érdekes, amit kérdezel. Még egy zárójellel rövidre zárom ezt. Tehát én úgy ítélem meg, hogy ha a Bárt kivesszük a novellákból, amelyeket írtam volt, akkor ez a többinek a fele körülbelül. De ez jó így, tehát a másik felét nem is szeretném. Tehát azért van némi önkritikám. És akkor most visszatérek az angol nyelvére. Ugye akkor én ott éltem az Egyesült Államokban, munkanyelvem volt az angol, szinte mással se foglalkoztam, és ott olyan kézenfekvőnek tűnt, hogy akkor kell, nem beszélve arról, hogy igény volt, hogy egy rossz magyar szóval mondjam ezt, mert egyet írtam úgy jó kedvemből, azt mindjárt a New York Times-ba jelent meg. Nem én adtam oda, hanem egy nagyon idős amerikai író, úgy hívták, hogy Ring Lardner Jr., ő írta a Mesh című filmet többek között, szóval ott egy nagy híresség. És ő elolvasta, volt egy egyetemi lap, amiben megjelent, mindegy. Elolvasta, elküldte a New York Times-nak, mi beszélgettünk, később írtunk is közösen egy filmet, nem ide tartozik. És a New York Times-be ezt lehozták, óriási sikere lett, ezt mondhatom, írástankönyvekbe bekerült. Az amerikai írástankönyv nagyon vicces. Első kérdés, mit akar a kelet-európai szerző kifejezni azzal, hogy mi nálunk mindenkinek lehet pisztolya? Húzd alá a novellában az ide, szóval egy ilyen. Na, és akkor azt mondta a New York Times, hogy írjak még. Akkor erre felfigyelt a New Haven Register, van-e ilyen nevet, nem ismeri? Szerintem senki. Ez a helyi napilap ott Connecticutben, de dicső 3 millió példányos napilap, miközben 5 millióan laknak összesen. Nem tudom. És akkor azok is kértek. És akkor így kezdtem írni, majd jött egy egyetemi kiadó, University of Wisconsin Press. Ott a jelentéktelen, de azért mondjuk úgy képzelt, hogy magvetőször 6. Nem a létszám, az ugyanannyi, mint a magvető, de a kiadott művek. És azok felkértek, hogy írjak az Amerika kép Kelet-Európában. Mi sem egyszerű. És akkor írtam egy könyvet, amiben novellák voltak főleg, de közte nyáron szabadságon itt voltam, és utána néztem, hogy itt az Amerika kép hogy volt 1900-ban, 1800, a 20. században 10 évenként. Azt úgy beletettem, odaadtam, ők szépen ki is adták. És ez a nevedem megjelent.
Ez megjelent. Majd ugyanekkor a Szép Irodalmi Könyvkiadó azt mondta, hogy hát mi lesz a következő, mondta. Az volt az angol címe, United States of America, azaz Egyesült Bélszímek. Egybesült. De magyarul Egybesült Államok címmel lefordítottam. És akkor ez nyomdára előkészülődött, szépen volt szerkesztő honorárium, tudod, hogy lenni szokott ez a szakmába, de ekkor csődbe ment ez a kiadó, és rádőlt, és ez soha nem jelent meg magyarul. És mire hazajöttem, már nem bántam. Tehát úgy éreztem, hogy ez kinti közönségnek készült. Na, és most, amikor ezt összeállítottam, vettem egyet, azt az alapsztorimat, hogyan legyünk amerikaiak, így lenne magyarul, és az egy véres paródia az amerikai életmódról, arról, hogy soha nincs lakásuk állandóan, már úgy értem, hogy költöznek ide állandóan, oda. Hogy fegyverük lehet meg, és nem akarom elmondani, hogy lefordítottam. Hát ugye az milyen gyönge magyarul, azt el sem tudom mondani. Ott van a számítógépemben. Ugyanis a nyelv fogságba ejti a szöveget. Biztos van olyan műfordító, aki le tudja fordítani jobban, mint én, de az ízei nem. Tehát az, ahogy az amerikai nyelv tudja egymás mellé tenni a főneveket, mi meg nem. Csak úgy döntöttem én, hogy nem, de M. Nagy Miklós azt szeretné. Hát biztos, vannak más olyan szövegeim, amiket lefordítottam. Például volt ez az említett Tiszta Tűz című kötet, abban megjelent egy Öl, butít és nyomorba dönt című novella, ami sajnos az ötletet elmeséltem Gotthard Péternek, és egy egész filmet készített belőle, elrugaszkodott. De ez nem baj, nem azért mondom. Az arról szól, hogy én a gimnazista társaimmal a Coca-Colától ilyen hallucinációkba keveredtem, mert azt mondták, hogy az drog. Ez a drog. De mi nem tudtuk. És valami követ gyerek volt ott az iskolában. Na, és ezt szépen megírtam. Na most az amerikai cím az volt, hogy Coke Abuse. Ami egy elég jó kis cím, mert a coke az kokaint is jelent, meg Coca-Colát is, és az abuse az ez ilyen visszaélés, amit... Na már a cím, érted? De az megjelent, abba a Tiszta Tűzbe lefordítottam, amennyire tudtam, de inkább újraírni kell. Mert ez szándékosan nem fordítást kérdeztem, hanem magyar változatot. Hát nem, én nem hiszem, hogy vállalkozom rá, tehát hogyha ez az M nagy célja, akkor majd szerződtet egy műfordítót, majd az Imre mond neki egyet, bár nem tudom, az angolosokat te mondod a kiadóba, vagy másik rovat? Mindegy. Könyveim régebbi szerkesztője volt az angol főnök, de ő nyugdíjba ment teljesen, ágytól, asztaltól. És most Imre az én szerkesztőm, ami rendkívül jó, mert őt még sokkal régebben ismerem. És valahogy én úgy vagyok vele, hogy akit régen ismerek, abban megbízom. Ez indokolatlan. Mondjuk Orbán Viktort is ismerem 25 éve. Na, hagyjuk ezt, csak úgy mondom, hogy... Mi lenne, ha ajánlkozna a szerkesztőnek? Orbán Viktor? Vagy társszerzőnek? Nincs neki ilyen vénája. Nincs ilyen ambíciója. Hát akkor... Vénája nincs. Ambíciója, azt nem. És pláne mi lesz, ha egyszer már nem politikus lesz? Biztos valamit. Bár azt hiszem nem fog dolgozni. Kőbánya igazgató lesz, mondjuk szerintem. Na jó. Na, de te viszont dolgozol, és most így az életmű felől kéne ezt a könyvet megnézni. És ilyen általános jellegű kérdésem volna, hogy mi fontosabb neked, a regény vagy a novella? Vagy milyen szerepet játszik az egyik, és miért a másik az életedben vagy a munkádban? Hát jó kérdéseket teszel fel, csak az, hogy nem tudok röviden válaszolni. Pedig, mint kérdező, én azt nagyon értékelem, hol a kis dombokba beszél. Hát mondjuk igyekszem. Tehát én novellistaként indultam ezen a pályán, és azt hiszem soha az életben nem írtam volna regényt, hanem én úgy éreztem, hogy ez teljesen jó. Kis történet, kinek van ideje regényt olvasni, gondoltam 20 évesen. Ez egy ostobaság, de én mégis ezt gondoltam, és merem ezt mondani, hogy ez egy ostobaság volt. Ugye most épp egy finomtollú novellista kapta a Nobel-díjat, ez biztató azért. A kiadók azt szokták mondani, Imre sosem mondta, de általában a kiadók azt szokták mondani, az olvasó nem vesz novellás kötetet. Én ezt iszonyúan tudom cáfolni, hiszen a Bár című kötetnek, ha megmondom a példányszámát, pedig az 98-ban volt, akkor itt mindenki dobna egy hátast, ahogy Pesten mondják. Na, és én írtam ezeket a novellákat, de az öreg írók, akikkel kapcsolatba kerültem, nagyon nagy nevek akkor, Déri, Örkény, meg nem Mándi, meg nem olyan nagy nevek, mint Gál István, azok mind mondták, hogy a Gál mindenkit apámnak hívta, apám, írj egy regényt, ez komolytalan dolog. És akkor jó, akkor
neki láttam, és így kezdtem regényt írni. Melyik volt az első regényed? Borgisznak hívták, igen. És ugye nyomdászati történet. Jól emlékszem rá. A Borgisz a 9 pontos betűtípus, ha bármilyen hihetetlen, a nyomdászok a burzsóá szót ejtették Borgisznak nyelvtudási ilyen. Egy burzsóá nevű lap megjelent, ez 9 pontos betűtípus, az olyan ritkaság. A páros számok bűvöletében él Németország, és a nyomdászat német szakma, mint tudjuk, vagy tudtuk akkor még. Na, mindegy. És akkor így elkezdtek, és akkor hirtelen rájöttem az ízére. Tehát regényt írni az azért nagyon jó, mert nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, de én, mert neked van tudományos munkásságod, meg mindenféle szerteágazó. De én a fikció vizein evezek mindig, kivéve, hogy most elkezdtem fakció címmel történeteket írni, aztán tudják, hogy van a fiction, meg a non-fiction. És ugye a fiction, azt szép irodalomnak kell fordítani, de fikció, szóval olyan kitalálás. És van a non-fiction, az meg tényirodalomnak szokták fordítani, mélyen pontatlan. Na most van olyan regény, magyarul is megjelent egy, Besugókról, Györe nevű szerző tollából, amelyek egy olyan regény, hogy lényeg, hát ilyen fikció, de mindenki, akit megnevez, az tényleg él a valóságban. Az a barátja, aki besugó lett, azt úgy hívják, ahogy ő megírta, és na ezt hívják faction, tehát ezt hívják angolok fakciónak. Most én elkezdtem ilyen történeteket írni, az első majd megjelenik az Alföldbe, az nem lesz ebbe benne, mert nyáron írtam egy szigeten. Hát meg ez most na, már így megvan. De igen, de nem válaszoltam még az arra a kérdésre, hogy ha regényt írsz, akkor az életedből elmehetsz. Tehát mondjuk 2 év egy regény norma ideje, bár aminek én most nekivágok, az inkább 5 lesz, de ez tök mindegy. Akkor nem kell a saját életedet élni, hanem ott élsz a figuráiddal valahol, és ez marha jó. Én akkor élek, ha írok, ellentétben ugye a Márquez címmel, hogy azért élek, hogy elmeséljem, na, ez fordítva van. Tehát magában a mesélésben zajlik az igazi életem, a többi az csak a ráadás. Na most a novellánál ez nem megy, mert a novella az egy korty a tengerből, vagy mondhatnám, hogy egy korty élet. És annak pont az az előnye, hogy az ember a Dunapark kávéházba 9-től 12-ig úgy alapjában véve meg tudja írni. Vannak itt ilyen műfaji nehézségek, ezt az előszóba tisztáztam, hogy szerintem az külön van, hogy van a novella, elbeszélés, kisregény, regény. Igen, de hát most ez a... Nem, csak úgy. Nem, de hogy ezek szerint számos írásod jött létre kávéházban. Amikor én elkezdtem író lenni, senkinek nem volt lakása. Tehát ez a hülyeség, amit mondtak a szocialista kultúrpolitikus, az egy kávéházi író. Egy nagyon nagy ostobaság volt. Azért ültünk ott, mert mindenki a szar albérlete helyett inkább beült oda. Ilyen magasságú asztal van a kávéházban, hát remekül lehet írni. Jobb helyen adtak papír, ceruzát. Ugye írógépelni nem lehetett a kávéházban, de az ember az novellát az ceruzával vagy tollal. Én nagyon szeretek ceruzával, kockás papírra, és akkor ott elbámészkodom. És van még egy óriási élmény a kávéháznak. Tegyük fel, hogy valakinek van egy kastélya, vagy nagyon jó lakása, mint Zilahi, nem, 60-i Lajos kollégának, de ő is szeretett a lent lévő kávéházba menni. Ott volt abban a házban, ahol lakott, ugyanis a kávéházban nem lehet totojázni. Tehát ezt nem tudom, van-e szabad foglalkozású a teremben, de ha van, az jól ismeri azt, hogy ülünk otthon, nincs főnök. És akkor még úgy nem kezdünk neki, mert hát várjunk, reggeliztem már? Nem. Na jó, reggelizem. Elolvasom az újságot, hát ugye tájékozódni kell. Azt a munkarészt. Hát egy kávé még kéne. Már itt van? Nem, még egy, azt megiszt. Na mit lehet még csinálni? És innen jön Déri Tibor óriási mondása, és elnézést kérek, de ezt csak szóról-szóra lehet mondani. Azt mondta Déri Tibor. Az író utolsó mencsvára a szarás. És ez így van. Mikor már semmivel nem lehet időt húzni, akkor még be lehet ülni a WC-be, lehetőleg egy könyvvel, mert akkor sokáig. Tehát van ez a totoja. Na most, ha oda megyünk a kávéházba, egyrészt mindenki úgy néz. Tehát látszik, ha az ember... Persze abban a percben, hogy bejön mondjuk a Márton, akkor már vége. Abba hagyjuk rögtön. De ha mondjuk nem jön be... Vagy ő éppen nagyon fegyelmezetten így csinál, akkor nem lehet. És akkor kénytelen az ember. Tehát a kávéházban hasznosulnak a percek, otthon meg nem. Mert, és pláne ma. Meg lehet nézni az indexet, lehet válaszolni arra az 500 levélre, amire egyébként nem fogok. Érted? Tehát otthon egyszerűen kifolyik, hogy jaj, még föl kell hívni a Berki Tamást. Na hát ezt fölhívom, elcsacsogunk. Ó, de még föl kell hívni a Barna Imrét, és megkérdezni tőle, hogy várjál, hogy lett. És akkor az ember úgy el van, Isten ilyen, tudod, és az idő megtelik. De a kávéházban ez korlátozva. Kávéházban nem lehet. Persze, ott ülsz. A mobiltelefon van azóta. Jó, de nem illik ott, tehát az egy kicsit bunkóik dolog ott telefonálva ordítozni.
Mert nem tudom, tudják-e, aki mobiltelefonál, mind ordít. Én is. Valami, egyrészt nem halljuk elég jól, és ez olyan dolog, ha mi nem halljuk, biztos ő se. És akkor, és ott ordít 16. Egyébként nagyon, én egy olyan kávéházba járok, ahol finoman szól a pincér, ha valaki hangosan telefonál. És ez az említett Duna Park. Azt nagyon szeretem, szívem csücske. Tudom a történetét, tudom, ki tervezte. Megvan a fotója annak, aki tervezte. Bármi hihetetlen, mert egy távoli barátomnak távoli rokona volt. Szegénykét belőtték a Dunába közvetlenül az általa tervezett ház tövében, de hát ez a magyar történelem. Lépjünk egy kicsit tovább, hogy ez a könyv, mint összegzés, mennyiben jelent vízválasztót az életedben? Most, hogy így ez megvan. Hát, lehet vele nagyot ütni, ahogy elnézem. Ez egy kicsit, ez a nagyobb formátum volna, akkor nagyobbat is lehetne, de így is azért elég... Szerintem ebben a méretben ennél nagyobb formátumot a technológia nem enged. Mm. Mert ugye, ha kinyitod, ugye könyvnél az nem árt, hogyha egy kinyitja az ember, akkor úgy marad. Van, ezt mondják a nyomdászok, hogy roppantás, tehát amikor így csinálunk vele. De ezt még úgy el lehet, de szerintem már ifjú nőknek ez kényelmetlen. Tehát kicsi a kezük, meg itt, de tehát ez nem. Na most az, hogy nagyot üt. Ugye azt reméljük, hogy minden könyvünk nagyot üt, az ilyen vékony is. Csak nem fizikailag, hanem... Világos. És hogy ez víz az azért is. Én nem veszem magam olyan komolyan, hogy ilyen szavakat tudnék mondani a saját könyvem, hogy vízválasztó. Én csak azt tudom mondani, hogy ezt összeállítani azért volt nagyon jó dolog, mert az egész életemen úgy végig lehetett, még úgy állítottam, mindig eszembe jutott az a korszak, amikor azt írtam, és azért ez mérhetetlen, tehát 66-tól napjainkig. Hihetetlen idő telt el, és érdekes nézni a következő dolgot. Egy, hogy 66-ban 16 éves volt a főszereplő, 70-ben 20, tehát mindig nagyjából annyi idős volt egy ideig. Aztán kezdődött az, hogy én már öreg leszem. Na hát aztán meg lehet figyelni ezt, hogy fokozatosan leválik a szerző a szereplőiről. Igen, de mondjuk én soha, vagy alig írtam egyes szám első szemébe, az nálam a kivétel, csak a nyomós indokom volt. Ezért egy kicsi távolság mindig volt. De meg lehet nézni, hogy az utolsó novellákban ez a távolodás már kifejezetten... Nagyobbacska. Nagyobbacska. És ahogy így végigmentem az életemen, ez egyrészt nyomasztó volt. Tehát minden korszakban az általam elkövetett hibák eszembe jutottak, magánéleti, munkaügyi, rossz döntések. Eszembe jutott az a 100 000 szerkesztő, akivel dolgom volt. Tehát tudod, az időskornak van egy ilyen borzasztó, nem tudom, hogy előnye vagy hátránya, de hogy kimondanak önök egy tetszőleges nevet, és az önöknek egy adat, egy lexikon volt, nekem meg ott van egy arc, mert mondhatnám, hogy az irodalommal kapcsolatban, meg a filmmel, mert filmdramaturgoltam, színészek, majdnem mindenkit ismertem. Tehát ott a Dunapark kávéháznál ott csináltak egy Rutkai Éva parkot, nagyon örültem. De ott ül egy olyan szobor, ami olyan messze van attól, se a kinézete, se a lényege, és akkor én ott állok, és úgy érzem magam, hogy mit keresek én még itt az élők sorában. Hát én mégis inkább ővelük voltam valahogy. És akkor most ezt átéltem, ez volt a negatívum. A pozitívum viszont az volt, hogy úgy éreztem, hogy hát azért nem lehetek én a nagyon rossz író, minden korszakban így csináltam, és főleg arra ügyeltem, hogy én nagyon sok novella típust próbáltam ki. És hát vannak ilyen szintiszta párbeszédek. Hát az később, de hogy mindegyikből legyen néhány, hogy lehessen látni, és legjobb érzésem ellenére kihagytam néhány kísérleti novellát. Például írtam fiatalon, akkor ugye fiatalon az ember azt hiszi, hogy semmi nincs fontosabb, mint az ő írásai. Ez tévedés. Minden fontosabb. De írtam olyan novellát, hogy mint a filmforgatókönyv ilyen két sorba volt tördelve, és hanyagul azt kértem az olvasótól, hogy olvassa egyszerre. Ami ugye érdekes gondolat, mert az lehetetlen. Most ezt például kihagytam, pedig ilyen is ez volt. Ez megjelent kötetben aztán? Hogy ne jelent, minden. Akkor azt hittem, hogy ez valami. Az volt a cím, hogy a Dunánál. Mi hagyjuk. Csak az a lényeg, hogy tehát most a válogatásnál úgy megnéztem, hogy azért ez egy nagyon nagy étlap, amiből mondom. Szerintem ez úgy az 50-40 százaléka. 48 írás van a kötetben, és az előszóban le van írva az a mondat, hogy nem enged a szerző a 48-ból.
És... Igen, hát ez is vicces. Az a helyzet, hogy én úgy tartom ezt, hogy a magyar irodalomnak egy kis hátulütője van. Biztos remek, biztos jobb, mint a belga. Ám bár akik ezt mondják, nem tudnak felsorolni három belga írót. Én hármat feltok, ha nagyon erőlködöm, de én nem mondom. Tehát én szerintem minden irodalom úgy jó, ahogy van. Pláne, hogy most már világirodalom van. De a magyar irodalomnak talán az a legnagyobb jellegzetesége, hogy olyan súlyos sorskérdések. Belehalunk, meg mit tudom én. És van egy olyan irodalom, ami nem ilyen. Mondjuk azt mondanám csak, hogy Karinthy Örkény, ez a vonal. De én valahogy oda tartozom. Tehát én, ha Karinthyt olvasok, úgy érzem, hogy az a bátyám. Nekem korán sincs olyan humorom, meg egész másképp írok, de valami ez a budapesti, kicsit zsidós, belvárosi aszfalt gondolkodásmód. Ez teljesen, ahogy ő gondolkodik, tehát nekem is, ha valaki elmesél egy történetet, úgy olyasmik jutnak eszembe, mint amit ő írt, és én azért nagyon szeretem olvasni a Karinthyt, még jobban Örkényt, az meg annyira közel áll hozzám, hogy fiatalkoromban kifejezetten az epigonja voltam, amire nem más hívta fel a figyelmet, mint ő maga. Bár ő derűsen, aki nem derűsen, az a felesége volt, de mindegy. Szóval ez jó, de például Molnár Ferenc fiatalkori prózája, az is elképesztő csavarásokkal hozza az abszurdot. Most ez érdekes, amit mondasz, mert Molnár a harmadik. Tehát én úgy érzem, hogy Molnár Ferenc soha nem kapta meg azt a rangot a magyar irodalomban, amit megérdemelt volna, és nem a Pál utcai fiúkkal, hát, hanem mondjuk a haditudósító írt, még amit előtte írt azokkal a kis párbeszédeivel, azok igen. Hihetetlen kegyetlenek. Igen, igen. És a humort itt nem szokták méltani olyan irodalmi körök, de én már rég nem foglalkozom azzal, hogy ki mit méltani, csak úgy mondom, hogy én úgy érzem, hogy én ez vagyok, és ezért előszóban meg bárhol, ha mód van rá, hogy ne olyan nagyon, tehát ne vegyem olyan nagyon komolyan magamat, akkor az első dolgom. Lehet, hogy ez attól való félelem, hogy esetleg úgyse vesznek komolyan, akkor kezdjem én. De ezt a bécsi doktorral kell megbeszélni, mert nem tudok róla, csak úgy feltételezem. Jó, hát a Burgesszében rendel. Mert ott van még? Te ami nem azonos a ki van írva a Bergasszében, hogy nem azonos a Burgesszével. Na jó, de ez most nem tartozik szorosan ehhez a könyvhöz. Sokkal inkább oda tartozik, hogy ahogy az ember olvassa ezt a 48 írást, nem mindig, de majdnem mindig az az érzése, hogy önarcképet olvas. Akkor is, hogyha nincs jelen a szerző közvetlenül. Egyrészt önarcképet olvas, másrészt éppen pillanatfelvételt az adott korszakról. És nagyon érdekes nézni, ahogy haladunk előre az időbe, mondjuk a 60-as évek második felétől a 90-es évek végéig, majd pedig a 2000-es évekig. Akkor változik a szerző is, a szemlélete is változik, mert egy egyre érettebb szemmel nézi a dolgokat. Ő maga is olyan tapasztalatokat gyűjt be, amiket fiatal korában még nem gyűjtött be, és hát túl vagyunk először 60-as, 70-es, majd a 80-as éveken, majd az ezred végen is, és így megnövekszik a visszatekintés perspektívája is. És nem tudom, igazából most egy egyszerű dolgot kérdezek, amire röviden tudsz válaszolni, hogy te tudsz-e önmagad olvasója lenni? Tudtál-e például a kötet összerakásakor, és így rácsodálkozni erre a változásra? Én egyáltalán nem olvasom saját magamat. De most itt tehát most volt. Ez egy feladat volt, de én semmilyen régi könyvemet ki sem nyitom, kivéve, ha dolog van, tehát mondjuk filmírás, vagy újrakiadás. Ha újrakiadás van, nem tudom nem elolvasni, de kínszenvedés nekem. Másokét annyival szívesebben. Most ezt elolvastam, és ezt nem vettem észre, amit mondasz, de annyira igazad van, hogy a friss novellákban fajnem mindig, noha egy nyugdíj körüli ember ott, vagy több nyugdíj körül főszereplő, de sokat előjön a gyerek és a kamaszkor a novellákban. De igazad van, ezt én nem vettem észre, de gondolom idős ember hajlamosabb emlékezni. Nem, mert így fokozatosan gyűlik az emlékezés, de közben meg az éppen adott környezet is mindig jelen van, és annak a változásai is elég jól érzékelhetők. Meg nyilván az is, hogy éppen mivel foglalkozik, nem is a főhős, nem is a narrátor, hanem az elbeszélői nézőpont.
hogy a fiatalkori novellákban van egy jogászi nézőpont, egy frissen végzett jogászi nézőpont, ez egy idő után eltűnik, és akkor lesz helyette más. És hát ez is egy történet. Szóval egy ilyen, mondjuk így, hogy metatörténet, ami rátelepszik a konkrét különálló történetekre. És olyan, mintha ezt a szerző akarata ellenére külön megírta volna. Nem, szerzőnek ez eszébe se jutott, de ettől még lehet így. Tehát most, hogy mondod, jogi kart végeztem, tehát nyilván a gondolkodásomra az valamelyest hat. Én egyébként úgy érzem, hogy mindig hat. Tehát a jognak az a nagyon szigorúan zárt logikus rendszere, azért az ott van az írás. Tehát az én írásaimban mondjuk így, hogy rend van. Ez kritikára is ad alapot. Tehát egyszer egy neves, bár kissé hisztérikus kollégánk, és mostan akkor legyünk általánosak, úgy hívják, hogy Kornis Mihály, ő azt mondta, elolvasta az Apák könyvét, hosszú dicséret, és a végén azt mondta, hogy de van egy nagy baj ezzel a könyvvel, hogy te úgy bánsz a történelemmel, hogy borzalmas dolgok vannak, pogrom van, első világháború, második világháború, minden van, embereket megölnek, holokauszt. De a te könyvedből az derül ki, hogy azért ez mind csak egy félreértés, tehát igazából az élet szép, mondja Kornis. Ezt írom és én. Azt mondja a Kornis, ez nem jó. Az élet ronda, mondja ő, és azt a könyvet úgy kell letenni, hogy erről meggyőződ az olvasót. És ez az Apák könyvénél különösen nem így van, mert az egy rendkívül derűs könyv, ami arról szól, hogy nem lehet kiirtani minket, és a dolog újra kezdődik, majd a könyv vége után az életben. És akkor, mikor ezt mondta, a felesége által készített bableves fölött mondta egyébként, akkor és azt, hogy eszik, azt most nem mesélem el. És ott ezt elmondta, és ott ezt úgy elgondoltam, igen, én rendet szeretnék. Az én fejemben rend van, én úgy érzem, hogy a dolgokat el lehet intézni, én úgy érzem, hogy a háborúkat el lehet kerülni. Itt például Magyarországon, ha kezembe kerülne a hatalom, amitől ugye azért Isten őrizzen engem, mert hát én nem érek rá, nekem dolgom. De ha mégis, akkor én rendet tudnék tenni. Az ellenérdekű felekkel leülnék egy asztalhoz, és valahogy van egy ilyen képességem, hogyha két őrjöngő embert úgy leültetek, ezt egyébként mediátornak hívják, akkor ezzel a kis higgadt modorommal addig kavargatom ottan a dolgokat, míg úgy, ha nem is békülnek ki, de úgy csend lesz. Tehát úgy tudnak. És szerintem ennyi a feladat. Le kell ülni és megbeszélni közös dolgainkat. És ha van valami központi gondolata az én egész munkásságomnak, akkor az ez. Föl vagy dúlva? Ülj le, olvasd el, és akkor talán úgy rend lesz. És lehet, hogy igaza van a Kornisnak, hogy ez nem realista álláspont. De miért érdekel ez engem? Tehát én amúgy egy mikrorealista vagyok. Tehát egyetlen sort. Nem, én olyan vagyok, hogyha azt írom, hogy és 23-án is van egy évszám, lement az utcára, akkor megnézem az örök naptárba, hogy vajon nem volt-e vasárnap. No. Tehát én ezekre a dolgokra nagyon ügyelek. A mondani valóm lehet egy kicsit idealista, hát nem tilos ez. Nem, hát itt az a kérdés, hogy ezt most, mint politikust eddig nem próbáltunk ki, és nem tudom, hogy erre sor kerül, de hát szóval, hogy szerzőként az egyes írásokon belül, és erre a novella műfaja szerintem alkalmasabb, mint a regény, mert itt ez gyorsan eldől, hogy sikerül, vagy nem sikerül. Most van egy novella például, ahol egy másodfokú bírósági tárgyalás van leírva, és akkor kiderül ebből a novellából, hogy ki mindenki mivel foglalkozik, mindennel foglalkozik, csak éppen magával az üggyel, a vádlottal, a bűncselekménnyel nem, holott az a tét, hogy halálra ítélik és kivégzik-e az illetőt, mert amikor íródott és amikor játszódik a történet, akkor még volt halálbünti, és ezer és egy dologgal foglalkoznak, a legapróbb, kicsinyes mindennapi ügyekkel, igen, de a végén mégiscsak figyelembe veszik a figyelembe nem vett enyhítő körülményeket, és mégsem halálra ítélik, hanem letöltendő börtönbüntetésre a vádlottat, tehát ez a kiegyenlítődés végbe jön. Nézd, ha Kornis írta volna, felakasztják. De most én azt szeretném kérdezni, megragadva az alkalmat, hogy olyan régi, legalább jó ismerősök vagyunk, majdnem barátok, hogy nálad mi lenne a novellában a végén? Hát, most itt ez a te történeted. Na de játékból. Figyelj, itt a...
Bátran, Laci. A dolog eszkatológiai tétjelednek kétségbe vonva. Tehát felakasztani az kevés. Tehát nálad felnégyelnék. Nem, hát akkor mondjuk minimum az embernek, mint megváltásra váró teremtménynek a sorsa dőlne el. Mondjuk bekövetkezne, vagy nem következne be. Vagy mondjuk a anyagban fog jól esett szikra, vagy kiszabadulna, és ezáltal az anyagi világ megsemmisülne, vagy nem. Nem tudom, mert nem én írtam. Na, a következő, amit... Maradhatunk ennél. Oké. Itt írok, megírom itt mindjárt a közönség szemmel láttára, csak azért nem, mert nekem most itt a kérdező feladatköre jutott, és az az írói munkássággal, annak közvetlen gyakorlásával összeütközésbe kerülhetne. Igen. Szóval, hogy két kérdés emberekről az életedben. Itt szó esett a szerkesztőkről, hogy egészen különböző szerkesztők voltak. És ha néhány szerkesztőnek a mini portréját meg tudnád itt rajzolni, akik számodra fontosak voltak. Például az első nyilván, az mindig fontos. Meg hát akik tudtak neked segíteni, vagy jó volt velük együtt dolgozni. A Magvetőhöz nyújtottam be először írásaimat, egy Dalos György nevű általad jól ismert Berlinben élő költő-prózaíró tanácsára, ahol Virágnéhoz keveredtem. Ő teljesen bolond volt. De olyan bolond volt, hogy egy Kristó Nagy István nevű másikkal ültek ott. Sajnos azt olvastam a Szőnyei könyvében, hogy mind a ketten erős szálakkal kötődtek a 3x3-as vonalakhoz, de ezt én nem tudtam, és ez mindegy is. Össze volt tolva a két íróasztal, eddig a papírok, és épp mikor oda mentem, és kérdeztem, hogy mi van az én beadott kéziratommal, épp azt mondta a Virágné, hogy soha nem laksz rendet, ha soha nem laksz rendet, fölgyújtom ezt. Mire azt mondta a másik, gyújtsd. Erre vette egy gyufát, és én tudtam, hogy ott van benne valahol az enyém. Na hát, tehát ilyen volt az első volt néhány. Virágnak volt, hogy Vilmon Gyula, ő gyomorbajos volt. Ha hagyjuk. Az igazi szerkesztők lapoknál ültek, akik segítettek. A legfontosabb ember volt Gál István, aki szomszédom is volt, tehát egymástól laktunk 20 méterre, és ugye egymásba szerettünk. Ő neki tetszett, hogy én egy ilyen fiatal hülye vagyok, nekem meg tetszett, hogy olyan nagy könyvtára van, és akkor ő mindent elolvasott, azt is, amit nem a újírásnak adtam, csak úgy írtam, és akkor nagyon sokat javított, meg mit tudom én. Ő nagyon tolt el az ötletek felől a hagyományos tolsztói realista próza felé. Én egy kicsit mindig hagytam magam, tehát akárki mondott olyat, ami... Akkor Mándi Iván a szürreália felé kapacitált. De hogy ő is olvasta... Ő inkább csak a megjelenteket, és akkor utólag a kávé, mert ő vele viszont tényleg heti rendszerességgel. Mándiról nem kell külön szót ejteni, a Gál Istvánnak ma is érdemes elolvasni a Ménes gazda és a Vaskor című könyveit. Hát igen, szegénynek. Na mindegy. És akkor ők voltak. Akkor volt egy Orbán Otto nevű költő, akit talán Kortársnál volt akkor. Ő ült a Kortársnál, mint prózarovat vezető, és bevittem a kis művemet, akkor undorral elmondta a véleményét. Ő azért mondta undorral, mert ő nem szerette ezt a mikrorealizmust. Ő azt hiszem, szerette, hogy a prózát szerkeszteni nem szeretett. Az is lehet, azt nem tudom. De ő azt szerette, egyébként az egészséges, hogy költő szerkeszte a prózarovatot és fordítva. De mindegy, ő azt szerette, hogyha valami úgy fel van díszítve nagyon, és akkor mondta, hogy olvassam Betlen Miklóst, Bázmányt. Olvastam és is. És akkor olvastad. Akkor egy kicsit olyan díszítesebbek lettek a mondatok. Ez főleg az, pont az Odisz-féle novellákban, akkor elkezdtek ilyen... Hát akkor ugye erőlködtem a kedvéért, mert nagyon helyes ember volt. Aztán az Élet és Irodalomban rengeteget publikáltam, és ott nagyon sok szerkesztő volt. A legjobb volt a Dérci, az semmit se segített, csak beadtam, és egy hét múlva megjelent. Ezzel sajnos például mondjuk a te kéziratot került hát rám, vagy az összest, nem tudom. De ha én valamit ott leadtam, most ennél jobban egy írót, hogy úgy mondjam, kritizálni nem lehet, mint hogy rögtön lehozza, és akkor az ember úgy nézi, befutnak gyorsan a reakciók, és ez mégse olyan jó. Tehát ez visszatérő élményem volt. De ő nagyon
rendes volt. Mostanában van egy Acél Géza nevű költő. Ő Alföld. És ő folyton kér, és olyan leveleket ír, hogy nem lehet neki ellenállni. Tehát ilyen nagyon szellemes. Akkor én válaszolok. Tehát mondhatnám, hogy a levelezésünk néha épületesebb, mint amit... De azt ugye nem publikálja. Nem. A másik ilyen típusú kérdés az, hogy irodalmon kívül kik voltak rád olyan hatással, amely hatást a munkáidban nyomon lehet követni, vagy te magad érzel? Ezt a kötetet összeállítottam, és ugye én tudom, hogy írtam anyámról egy regényt, és valahogy úgy képzeltem, hogy az úgy rendben van. Már úgy értem, hogy leszámoltunk egymással azáltal. Ebben döbbenten látom, hogy rengeteg novellát írtam nagyon anyámról. Sok van benne. Tehát ebből arra következtetek, hogy nem közönséges volt az ő hatása. Azt mondhatnám, hogy anyám volt a legnagyobb hatással irodalmi működésemre, úgyis, mint ellenfél, vagy ellenző néha, és úgyis, mint modell. Távoli modell ugyan, hát ugye ahány anya novella, annyiféle anyafigura, de azért mégiscsak kirajzolható belőle néhány, tudod, a legkisebb közös többszörös. Aztán a második, aki nagyon nagy hatással volt én rám, az tulajdonképpen Esterházy Péter, nem a személye, hanem mikor megjelent ő, akkor én egy 3 kötetes szerző voltam már. És úgy éreztem, hogy hát ki ő egyáltalán. Ráadásul úgy mutatta be Gál István valami írószövetségi konferencián, hogy azt mondta... Meg az új írásban jelent meg először. Jó, de én nagyon nem figyeltem erre még, hanem egyszer csak a Gál azon a konferencián, aztán Miklós, itt van egy új fiatal tehetség, hadd mutassam be. És jött egy nagyon sovány, ilyen hosszú hajú, úgy nézett ki, mint egy történelmi festmény, ilyen Lennon szemüveg ott jött, nagyon furán nézett ki. Úgy nézegettem, nekem is volt hosszú hajam, de nem ennyire. És úgy nézegettem, oda nyújtotta a kezét, és olyan puhán nyújtotta, de én nem tudtam, hogy ő Arisz, semmit nem tudtam. A nevét se értettem, mert azt mondták, hogy engedd meg, fiatal írótás, hogy Péter. Azt tetszett, Péter a kedvenc nevem, különben egyik fiam is Péter. És akkor kezet fogtunk, és azt mondta nekem, tiszteletem. Én nem tudtam, hogy ez vicc. Mondtam, jó napot. Hát ha tiszteltem, akkor nem lehet tegezni. Gondoltam. Amit nem tudtam, hogy mi mind a ketten 1950-ben születtünk. Egy idősek. De ez ott nem volt világos. Én voltam a beérkezett, ő meg aki most jön. És akkor elkezdtem olvasni az írásait, és láttam, hogy mindennek az ellentétét csinálja, amit én szeretek. Tehát egyáltalán nem úgy, nem szerkeszt abban az értelemben, hogy én, nincsenek építmények, csak úgy jönnek a bekezdések, de egyik jobb, mint a másik. Jönnek a mondatok, marhajok. És humora van. Tehát ha volt egy közös pont, az ez. És akkor kezdtem így rágerjedni. Tehát én szerintem nincs ember, aki Esterházyt alaposabban ismeri, mint én. Minden sorát elolvastam, még azt is, ami csak németül van. És engem annyira szórakoztat. De eszem ágában nem volna úgy írni, ahogy ő. Tehát nagyon-nagyon távol állt tőlem. De ez, tudod, ha definiálod a kontrát, azzal erősíted magad. Tehát, hogyha definiálod, hogy na, ezt én soha nem fogom csinálni, akkor megerősödsz abba, hogy amit viszont igen. És ilyen alapon az Esterházy minden munkája valami felé engem elvitt, és köztünk ugye egy valami nagyon laza személyi kapcsolat is van, de igazán nem. És ebben mindig az ő pikkírt megjegyzései, amik azok nekem jót tesznek. Tehát mondjuk mondok 2 példát. Egyszer találkoztunk az utcán, és voltak olyan korszakaim, amikor mindig adtam tiszteletpéldányt boldognak, boldogtalannak, például amikor az Abóvú adta ki, egyszerűen azért csak mert volt, ugye? Volt. Hát én voltam a kiadóigazgató, vagy nem én voltam, de nagyon tiszteltek, tehát akkor bőkezően. Na és akkor volt, hogy adtam neki, volt, hogy nem. Amikor találkoztunk, akkor az Anya csak egy van című könyvről beszélünk, abból nem adtam. Nem azért, mert ne lett volna, nem találkoztunk, ugye én éppen tévében mulattam az értékes napjaimat, tehát nem. És akkor találkoztunk, megállított, és azt mondta, azért az Anya csak egy van. És itt elhallgatott. Én meg vártam, hogy ugye olyan arccal mondta, hogy bármi lehetett volna. Az is, hogy szar, az is... Elhallgatott, elgondolkozott, elolvastam a első 15 oldalt. Azért az meg van csinálva. És tovább ment. És akkor én ott álltam, hogy érted, most ez mi ez? Mit jelent? Vagy mesélek neked egy másikat. Kiadtam egy Bornai Tiborral, ez biztos nem köztudott, de én mostan elment az eszem, és gitározni szoktam. És alakítottunk egy 2 személyes zenekart. Kiadtunk egy CD-t. Az a címe neki, hogy Kalóz zene.
És akkor egyszer csak találkoztam utcán az ő feleségével, és azt mondta, mi azt a CD-ket adsz ki? Mondtam, igen. Hát akkor, hát az túlzás, egyet. Hát és nekünk nem adsz? Már nagyon rég nem adtam nekik, szintén csak valahogy így alakult. Hát mondom, éppen adhatok. És mivel útba esik, amerre lakom, elhaladok az ő utcájuk előtt, mikor megjelent, mert akkor én akkor bekanyarodtam, hogy bedobtam egyet a postaládába. Erre múlt héten kaptam tőle egy e-mailt. Azt írja az e-mailbe. Köszönöm. Kettős pont. Azért egy 67-es fotó sok mindent elmond. Eszterházy Péter. Van a, tudod, a lemez van ilyen kis füzet, és mivel én kamaszkoromban is zenéltem, van egy fotó, 67-es fotó, Berki Tamás és én állunk a berlini Decca stúdióban egy mikrofon előtt. És ez úgy tetszett neki. Most ez megint ugyanaz, hogy neki nagyon tetszett a fotó, hát hogy milyen a CD, nem mintha ez most fontos lenne. Érted? Ez az én részemről azért egy játék, vagy egy nem tudom, tudod, kiegészítő sport. De én nem írnám azt meg, hogy megkaptam új könyvedet, és tudod, azért, ahogy állsz a kertbe, az olyan jó. Vagy nem tudom, érted? De ez nem baj, ez csak azért mondom neked, azt kérdezted, nem, ez is nagyon nagy hatással volt. Eleve én nem gondoltam, hogy őt érdekli, mert egyszer azt mondta nekem, amikor megkértem, valami, akartam csinálni ilyen írók, ki mit tudja, csináltam is mindegy, egy irodalmi fesztiválon, és mondom, nem csinálnál valami mást, amit, mint amit szoktál? Mire gondolsz? Mondom, a Grecsó népi táncol, a mit tudom, milyen ki rajzol, esetleg nem akarsz egy nótát elénekelni? Azt mondta, botfülem van. Na most ebből arra következtetek, hogy hát mi, igaz, hogy a felesége kért a CD-t, lehet, hogy... Na mindegy. Eszterházy Péter nagyon nagy hatással van rám, főleg a munkáival, és ilyen kontrában. Lehet, hogy bonyolultam, mondtam. Nem, ez tökéletesen világos számomra legalábbis. De hát, ha már itt tartunk, akkor különféle nemzedéktársaid néha nagyon nagy fáziskéséssel indultak el hozzád képest. Például Kukorelli Endre, aki nem lényegesen fiatalabb nálad, talán egy évvel. 1984-ben jelentkezett az első verses kötetével. Hát igen, én meg ugye a kötetem két év cenzurális hányódás után jelent meg, 72-ben. És hát még akkor is csak 22 éves volt. Hát igen, akkor úgy éreztem, hogy meghalok, ha nem jelenik meg. Már két, tudod mennyi várni egy fiatalnak két évet? Hát ez mindenki emlékszik rá, borzasztó. És utána mi történt? Kérdezted a regényt. Megírtam Borgész című regényet, elfogadták, eltelt másfél év, telefonáltak a kiadóból, azt úgy hívták, hogy Kozmosz. Ott volt a New York házban az is, a Móra része. Hát a Mórának. Mindegy, menjek be tiszteletpönyökre. Bementem, én olyan boldog vagyok, ha megjönk egy könyvem. Szerintem te azt el sem tudod képzelni. Tehát ezt is simogattam meg. Na most nem, ennyire nem adom most ezt tovább. Bementem, ott volt, ugye 30 tiszteletpénzt adtak a szocializmusban, föltéptem az első csomagot, kinyitottam a könyvet szétesett röplapjaira. Mondom, nem baj, a másik az is. És ott állt mellettem a kiadói ember, azt mondja, te ez mind ilyen? Kérdezi, mondom, én nyomtam. És akkor kinyitottuk mind. Valószínűleg ragasztott mondták, volt, és nem fűzött kötés. Hát fűzött volt, de elszúrták. Ez. Tehát ez egy karton, amit megvartak, de rosszul. Mint később kiderült, állott volt a cérna. Mindegy. Én csak azt láttam, hogy gondoltam, nem baj, megvigasztalódós típus vagyok. Nem baj, majd aki elolvassa, az összerakja, jó lesz az. De azt mondták, hogy hát ezt így mi nem fizetjük ki. Akkor húzakodtak a nyomdával, és tudod, mi történt vele? Bezúzták. Pedig az 10 000 példány volt az első tirás, bezúzták, és azt mondták, hát mindjárt kiadjuk újra, újabb másfél év. Tehát 3 évet így vártam. És most gyorsan... És nem jelent meg közben új könyved? Mit? Talán nem. De biztos, mert a Magvetőnél jelentek meg a könyveim. Ez egy regénypályázat volt, amin nyertem egy díjat. És... Szóval azért történt más is közben az életedben, meg a pályádban. Hát volt minden. Nem csak az történt, hogy rágtad a körmödet, és vártad. Nem, hát akkoriban volt az, hogy színdarabok szerzőjeként blamáltam magam, meg szóval filmeket itt. Szóval volt, jogi kart végeztem, volt ott baj ezen kívül is. Na, de aztán meglett? Hát aztán meglett, az elég nagy siker lett akkor. Lett, tehát örültem. És tanúsíthatom, hogy ma is érdemes elolvasni. De így, most nem így... kapható, de majd az Európa. Nem, hát volt neki új kiadás, a több is. Hát egy volt, egy de az volt. Már... Mert nekem az van. Már, hát az már az... Az olyan lehetett, megmondom neked, Apák könyve után jelent meg, az, Apák könyve az 2000, tehát 2001-2002. Na és
És akkor egy kicsit meredekebb kérdést teszek fel. Na. Nem muszáj válaszolni, hogy látod önmagadat, mint írót? Egy ilyen összegző kötet után egy ilyen kérdést is fel lehet tenni. Nem érzem én ezt olyan meredeknek. Én úgy érzem, hogy tehát volt egy idő, hogy a Bródi János Üllésegyüttes és a Cvak Unikum kötött egy házasságot, és egymást reklámozták. És akkor volt egy jelmondat erre, hogy Bródi János Unikum a rockzenében. Pirulva vallom be, én találtam ki a mondatot. Mert jóba voltam mind a Cvak nevű emberrel, aki egyébként egy nagyon helyes ember volt, Isten nyugosztalja, és boldogan jóba vagyok Bródi Jánosra, például ma is együtt ebédeltünk, egy konkrét Artisiusos probléma miatt, mindegy. Na, és én ezt kitaláltam, mert szilárdan meg voltam róla győződve, hogy Bródi János tényleg unikum a rockzenében, olyan nincs több. Vannak jobbak, de ilyen fajta nincs. És én nagyon szerénytelenül, de azt gondolom, hogy én meg egy unikum vagyok a magyar irodalomban. Unikumságomnak az alábbiak az összetevői. Egy. Nem nyughatom. Tehát amikor már úgy ott tartok, hogy beérkezett írónak számon tartanak, akkor rögtön gitároznom kell, hogy egy példát mondjak. Amikor az anya csak egy van, kezd sikeres lenni, akkor a tévésorozattal próbálom fölhívni a figyelmet arra, hogy azért én nem vagyok komoly író, mert ugye aki a tévében szerepel, az nem az. És így tovább. És egész életemben ezt csináltam. Amikor úgy kezdtek rendbe lenni a dolgok, gyorsan elmentem Amerikába 3 évre, hogy... És így tovább. Tudod? És én ezért vagyok egy unikum, mert valahogy nem nyughatom. Vagy amikor már úgy az lenne a dolgot, hogy úgy otthon maradj, ne foglalkozz semmivel, akkor írótársakkal 2 heti rendszerességgel ülök itten, és kérdezem őket, és 2 ilyen marha nagy kötetet kiadok. Hány íróval beszélgettél összesen? 77. Tehát 77. Nincs is annyi. Na, az igazság az, hogy én azt nagyon szerettem. Mert én csupa olyat kérdeztem, ami engem érdekelt, és a titkaitokról nagyon sok dolog kiderült nekem, függetlenül attól, hogy némelyik se a tévéműsorban nem került bele, se a kötetbe. Mert aztán, de én nagyon sokat megtanultam arról, hogy ki hogy ír, kinek mik a fortéjai, és én talán kávéházba is végig kérdeztem volna mindenkit, ha nincs ez a véletlen. És mit tudtál kezdeni azzal a problémával, hogy lehet valaki esetleg jó író, de ettől függetlenül rosszul kommunikál? Én nekem az a tapasztalatom, hogy van itt egy félreértés ezzel a műfajjal kapcsolatban. Ugye a tévések, a profik, azok azt hiszik, hogy az a feladat, hogy oda jön valaki, és ők ott villogjanak mellette. Sőt, és az is villogjon. Ezért megbeszélik, hogy tehát nagyon sok jön, jó, hát ez egy szürke író, nem érdekes, de tudsz te még valamit azon kívül? Hát igen, tudok gyors tempóban papírhajót hajtogatni. Nagyszerű. Akkor papírhajót fogunk hajtogatni. És jön egy műsor, hát biztos érdekes a papírhajó hajtogatás, de gondolom én az óvodában lenne érdekes. Tehát én nem ezt csinálom. Nekem az a munkahipotézisem, hogy mindenki legyen olyan, amilyen. Én azt szeretném megmutatni, amilyen. És ez nagyon fontos mondat. És nem olyan, amilyennek mutatni akarja magát. Tehát én semmi mással nem foglalkoztam, mint megpróbáltam olyan helyzetbe hozni, hogy ő ellazuljon, jó érezze magát, és olyan legyen, amilyen lenne a kávéházban, vagy családi körben. És akkor visszatérő vélemény volt a néző, hogy érdekes, az írók ilyen jó fejek, én ezt nem is tudtam, lapítottam. Ennyire nem jó fejek. De ha segítesz, ki lehet hámozni, ha segítesz nekik, igen. Érted? És tehát ilyen alapon rossz interjú alanyom nekem nem volt. Olyan volt, hogy egy beszélgetés rosszul sikerült. És én nem sértődöm meg ettől. Tehát például a Klubrádióban most minden héten van egy ilyen zenés beszélgetése, ott is van, ami rosszul sikerül. És akkor én azt tudom. Tehát én nem dumálom ki, jó volt az. Nem. Ami rosszul sikerül. Ha semmi nem sikerül rosszul, akkor jól se. Tehát kell néhány rosszul sikerült, hogy te tudd, hogy ez a rossz. Klubrádiós program mióta van? Hát ez június eleje óta, és ez szintén új. A gitározás miatt van. Mert telefonáltak a Klubrádióval, és azt mondták, hogy csináljak nekik egy műsort, ahol beszélgessek a magyar írókkal. Not again. Érted? Már mindenkivel beszélgettem. Van, akivel többször már, azt nem. De ha akarjátok, beszélgetnék emberekkel, és mindig elhangzik valami élő zene. Jó. Mondták, úgyis zenés rádió lettek valahogy. Hát muszáj nekik az lenni, igen. És akkor még azt az intimitást is elmondom neked, hogy kérdezték, hogy mennyit kérek, és mondtam, semmit, ingyen van. Ezzel támogatlak titeket.
ezt álnokul mondtam, ez azért jó, mert nem követelhetnek tőlem semmit. Na, és akkor oda jön valaki, mindig más. Például holnap jönni fog a Péterfi Bori. Na, de mi együtt elő fogunk valamit énekelni, amire volt egy próba, fölkészültünk. Akkor volt a Herzku Ágnes népdalénekes, vele presszert énekeltünk, tudod? Na most nekem az nem annyira a rádióadás az élvezet, mint az, hogy összeülök próbálni igazi zenészekkel, és úgy nagyjából tűrik, vagy mit tudom, játszottam az Oránnal, mondjuk. Hát azért ez egy nagyon nagy mester. És szépen elmentem a házába, összetanultunk egy számot, és olyan egész jól sikerült. Egy hét múlva megkapom CD-n, és akkor mindig meghallgatom. Már némelyik nem sikerül annyira. De közben van egy jó ízű beszélgetés. Ők meg boldogok, mert tudják jól, hogy a zenéről fogunk beszélgetni, és a zenéről arról úgy érdemes. Hát meg értenek is hozzá. Hívok színészeket is. Tehát már volt két színész, de olyat, aki énekel. Sőt, lásd csodát, Grecsó Krisztiánt is elhívtam, mert ő gitározik néha, és akkor gitározott, énekelt, kicsit vokáloztam neki, meg lekísértem. Mm. Most nekem ez állati élvezet. Azt nem tudom persze, hogyha ül mondjuk a bölcsészkaron egy irodalom kritikus, és azt hallja, hogy a Vámos a Klubrádióban gitározik a presszerrel, vagy a... Már sokan voltak. Vagy nem tudom, Dress Mihály szakszofonozott én meg. Akkor ő mit gondol? Hát én szerintem ilyenkor két legitim kérdést lehet föltenni. Na. Egy, hogy tud-e gitározni az illető? Nem, még. De nagyon gyakorol. Igen, de ez már majdnem annyi, mintha tudna. És a másik az, hogy ez mondjuk fő foglalkozását, az írói mesterséget hogyan befolyásolja. Igen, ezek remek kérdések, de nem tőlem várod a választ. Kérdezek én a fiktív irodalom kritikus helyett más dolgokat. Például nekem most az jutott eszembe, de közben úgy látom, hogy lassan-lassan az időnk végére járunk, úgyhogy... Azt jól látod, mert van egy óra. Arra biztatnám, legyenek kérdések? Tudod, ez egy olyan dolog... Nem zárkózunk el, de a közönség nem szeret kérdezni. Én sem kérdezem. Nem, most ezt ne legyenek ilyen. Aki akar, bármikor tegye fel a kezét. Lehet így gondolkodni rajta. Csak ne legyen az, hogy mi hallgatunk. Nem, nem hallgatunk, mert nekem nagyon sok kérdésem van még. Azért mondom most, hogy így lehet rajta gondolkodni, és majd úgy fokozatosan bevonódnak. Ha nem vonódnak be a közönség soraiból a potenciális kérdezők, akkor kérdezek én tovább, amíg végére nem érünk, mert majd akkor végére érünk. Hát szerintem van még egy erős 10 percünk. Persze. Nem, most például arra volnék kíváncsi, hogy milyen a viszonyod a fiatalabb nemzedékekhez. Van-e olyas valaki, akire felfigyeltél, vagy aki megítélésed szerint, vagy saját bevallása szerint tanult tőled? Ez jó volna hallani erről valamit. Amikor a Búvóban voltam, akkor én nagyon fontosnak tartottam, hogy minden évben kiadjunk egy teljesen ismeretlent, és ez így is volt abban az 5 évben, és nem volt rossz az érvényesülés aránya. Leszem a Hanvai Kornélra, hát például. Igen. Tehát én némileg büszke vagyok azokra, akik ott jelentek meg. Amikor annak vége szakadt, akkor is hát úgy jelentkezgetnek fiatal írók. A többség segítséget akar, nem tanácsot. Tehát adjam ki. És mondom neki, hol adjam ki? Hát az Abó. Mondom, 97-ben minden ilyen lehetőségem megszűnt. Hogy lehet az? Mikor ott jelennek meg a könyvei? Mondom, előtte a Magvetőnél jelentek meg, és azt se tudtam elintézni. De tehát ezt a részt, ezt hagyjuk. Jó, ez egy vannak, akik valamilyen szakmai kérdéssel jönnek. Én mindenkit kiszolgálok, mert engem is kiszolgáltak ezek az említettek. Tehát úgy érzem, hogy kötelességem továbbadni. Ilyen alapon van egy olyan 8-10 fiatal író, akivel nagyon jó a viszonyom. Mondjuk Tóth Krisztina, akivel egyszerűen Szigligeten valami irodalmi rendezvényen összebarátkoztunk, jót beszélgettünk, azóta megvitatjuk az irodalmi ügyeket. Pláne amióta prózát ír, azóta szokott. Mint hogyha a Pixel című könyvéről beszélgettél volna vele. Hát is, de több. Szóval az ő prózai munkásságát én nagyon bírom, és szerintem ez az ő világa. De persze nagyon jó költő, de... Na. Aztán az említett Grecsó, akit már akkor... Ő egy ideig úgy tartotta, hogy én az ő mestere vagyok, még valami tévéműsorban is elcitált, aminek az volt a címe, hogy Mester és Tanítványa.
De ilyenek voltak ott, hogy a Vitrai, meg valami fiatal reporter, meg én. De aztán ezt nagyon hamar abba hagyta, amikor a Magvető szerzője lett. Azóta a Magvetős nagy szerzők az ő mesterei, de ez rendben van. Ezzel együtt úgy érzem, hogy ő nemzedéke legjobbja, tehát ő egy nagy prózaíró lesz majd egyszer. Aztán van két, mondjuk így, hogy haverom, az köt minket össze, hogy mind a kettő dadog. És hát én erőteljesen dadogtam valaha, tehát dadogósok. Ezért voltam jóba a szegény Kertész Ákossal, aki most reméljük angolul dadog valahol. Na mindegy. És az egyiket úgy hívják, hogy Pap Sándor Zsigmond. Ő a Népszabadságnál valamilyen rovatvezető. Hát és több regénye megjelent. De az egyik, aminek most a címe nem fog eszembe jutni, és egy erdélyi regény, az nekem igazán nagyon tetszett. És ezek a kapcsolatok egyébként mindig úgy, a Brecsóval is úgy keletkeztek, hogy elolvastam a Pletyka anyut, felhívtam. Azt a Papot is felhívtam, kiderült, hogy dadog, rögtön belopta magát a szívembe. És van egy, aki viszont nagyon dadog, őt tudják, hogy Benedek Szabolcs. Őt is felhívtam egy bizonyos könyv után, kiderült, hogy a statisztikai hivatalban dolgozik, ott ő szerkeszti ezeket a statisztikai évkönyveket, ezt mély részvéttel mondom. De. Na most ő 18 kötetes szerző. Nagyon-nagyon sokat dolgozik. Egy remek író, különösen a realista novellái, és most írt egy új könyvet, az a címe, hogy Focialista forradalom. Ezt nem ő találta ki, és nem a holland események, hanem amikor a berni világbajnokságot elvesztették a derék magyarok, Élen Puskás öcsivel, és jöttek hazafel, akkor Budapesten zavargások törtek ki, csak ezt... És fejeket követelt a nép? Hát mentek az utcán, és egy darabig azt kiabálták, vesszen Puskás, vesszen Sebő, nem, Sebes az volt a szövetségi kapitány, de aztán áttértek arra többi vezet, tehát a politikusokra. A rendőrség simán ezeket szétverte, perek lettek kész, de egy sor nem jelent meg róla soha. De akik akkor részt vettek benne, így hívták, hogy Focialista forradalom. No. És ő írt egy nagyon jó pofa regényt erről, Libri nevű kiadó adta ki, ott van szemben, vérvörös borító, nem rossz egyébként a borító, csak a strukturalista. Következő történt a könyvvel. Én elhatároztam, hogy írok róla valahova. És akkor szóltam a Figyelőnek, az egy olyan lap, hogy oda néha szoktam, kérném ezt a könyvet. Jó, mondták. Csöngetett egy futár, ez nem volt nagyon régen, múlt héten, mondjuk így, hogy szerdán, de lehet, hogy csütörtökön, és hozta ezt a könyvet. Átvettem, gyorsan elolvastam, de ismertem, mert hát olyan kapcsolatban vagyok a Szabolcsról, hogy tanácsokat is adtam neki az első szöveggel kapcsolatban. Elolvastam, de elégedett voltam. Jó, írok erről. Megírtam a kis recenziót. Gondoltam, hogy ezt nem a Figyelőbe írom, mert nagyon soká fog megjelenni, hanem a Népszabadságnak. Ott szívesen elfogadnak tőlem ilyen. Ennek csak az a hátránya, hogy nagyon rövid, tehát 4000 karakter, de tudok én tömör lenni. Megírtam szépen ezt, és akkor egyszer csak jött egy e-mail, és azt írta a Figyelő, hogy elnézést kérünk, de azt írja a Libri kiadó, hogy egy hiba miatt visszaviszik a nyomdába az összes példányt, és majd 2 hét múlva megjelentetik. Na most ugye én a Borgisszal a hátam mögött teljes részvétel vagyok. És hát nem tudom, azt ígérik, hogy ez most hetekbe fog telni, és nem másfél évbe. Azonnal odaírtam ezt a végére a kritikának. És csak is azért írtam oda, mert hogy lehet ilyet csinálni? Aztán megkérdeztem a Benedeket, és azt mondta, hogy nem a végső kiavított példányt küldték a nyomdába, hanem egyel vagy kettővel előbbit. És névtévesztések vannak, tehát valakit így hívnak, meg úgy hívnak. Ez nem tetszik nekem nagyon. Hát az se olyan nagyon jó, hogyha nem küldik vissza a nyomdába, és úgy kerül ki a boltba. Én attól féltem, hogy megdumálják. Nem van nagy baj az, te. Most már kinyomtuk. Azt hiszem az a reális magyarázat, hogy nem nyomták ki azt, nem tudom mennyit nyomnak egy ilyenből, 1000-2000, de biztos nem nyomták ki az egészet, csak néhány százat, és akkor a külső borítót megtarthatják. Én, mint nyomdász, titkon megsugom neked, hogy egy schnitzlerrel le lehet vágni a kemény borítót is. Belívet eldobni, új előzék, tehát lehet, ezt nem tudom. De lényeg az, hogy azt ígérik, hogy 2 hét, vagy nem tudom. Én ezt gyorsan beleírtam oda, és abban a reményben, hogy ha egy kis balhé lenne a könyv körül, akkor végre a Benedek Szabolcs bekerülne oda, ahova 18 könyvvel se tudott. Még mindig fiatal író, 40 éves, 2 gyerekes atya. Meddig lesz fiatal? 40 éves, és hát már 15 éve a pályán van.
Na, és én tudom miért, mert a Pont kiadónál jelent meg, kutya se figyelt oda. Hát ennyit tudom, most a fiatalokat kérdezted, körülbelül ezekkel vagyok, de bárki, ha hozzám fordul, legalább egy novellát elolvasok, sajnos meg is értem, akinek, mert én szakmában nem hazudok, tehát ha nem tetszik, nem tetszik. Hát, most elérkezett az ideje a kérdések feltevésének. Hát ugye, ha vannak. Semmi kényszer, de minden lehetőség adott. Nem tartunk kínos, hosszú csenddel járó. Tessék. Kérdésem van. Az előszóban az előszóban kétszer is előfordul a rózsabokor, mint kifejezés. Mesélj el, amit a kapcsolatban, milyen kapcsolat van ebben a növényen? Hát ugye nem rózsabokorban jöttem a világra. Ez lenne a legkézenfekvőbb kapcsolat. De van egy mély kapcsolatom. Szerintem a rózsa a legszebb növény a világon, és ha nem lenne olyan igényes növény a rózsabokor, már lenne a kertemben. Tehát elviszerelem van a rózsák iránt, és különösen a sárga rózsák. Tehát ha valaki nekem azt mondja, hogy rózsa, akkor a többséggel ellentétben, és nem a konzsuzsa miatt, az én, vagy a bródi miatt, az én fejemben a sárga rózsa jelenik meg, mert nekem az nagyon tetszik. De ezt nem tettem még soha közhírét, tehát lehet, hogy most hiba, de a sárga rózsa az tud valamit, amit a többi rózsa nem. Akkor is, ha nem egy homokon hervad, ahogy egy dalban éneklik ezt. Na, legyen az, hogyha senki más nem akar kérdezni, amivel nem azt mondom, hogy ne kérdezzenek, csak akkor te kérdezhetsz egy utolsót, és jól fontold meg, mert egy utolsó kérdés az ugye nem akármi. Én nagyon jól meggondoltam, úgyhogy most így körülnézek. Ott valaki szeretne. Igen, de nem szép irodalmi könyv volt ez, hanem holokauszttal kapcsolatos szakkönyv. És a családom nagyon, egyik ága nagyon érintett a holokausztba, és nekem azt tudni kellett, hogy abban mi van, de én azt soha többet nem tudnám elolvasni, és sok más, tehát vannak filmek, amelyeket csak félig tudtam megnézni, mert én rögtön átélem. Tehát én azt nem tudom elképzelni, hogy derék, vajevő német családapák oda mentek, megfogtak csecsemőket, és zúgy így bedobták egy kazán. Azt hogy lehet? És ugye rengeteg visszaemlékezés van, hogy ezek tényleg rendes, amúgy ezek rendes emberek voltak. És mondták, parancsra tettem. Én nem tudom elinni, hogy valaki be tud dobni egy csecsemőt a kemencébe, vagy meg tud ölni. Még akkor se, ha katona. És Kertész Imre nagyon jól bebizonyította azt, hogy igenis fel lehetett lázadni. Például egy ezredet oda vezényeltek, most már nem tudom, hogy Auschwitzba vagy Buchenwaldba, és azok derék Wehrmacht, igazi frontkatonák voltak, és megtagadták, ők itt nem szolgálnak. És megkapták a büntetést, visszavezényelték őket a frontra. De nem végezték ki, nem fokozták le. Tehát igenis, és egyébként mindig lehet ellenállni, valahogy. Olyan helyzet, hogy ne lehetne ellenállni, nincs. Szóval ezt a holokauszttal kapcsolatos dolgokat nagyon-nagyon nehezen tudom elolvasni, de egyébként szép irodalmi könyv nincs. Ami, ha nagy hatást tett rám, akkor 2-3 évente elolvasom. Van egy ilyen lista, amit újra meg újra. Így van ez. Tessék. A technika megkönnyíti az életünket. Meg. De nem sajnálja az, hogyha számítógépen dolgozik, akkor az első variáció, az első gondolat eltűnik. Mondjuk én nagyon sajnálom, hogy már nem látom ki a szép kézírásokat. Hogy kinek mi jutott először eszébe, hogy vetette papírra, mit javított rajta, mi változott. Nem kár azért, hogy eltűnik az első? Hát egyrészt nem feltétlen tűnik el, hiszen én például az új novellák mindegyikét füzetekbe írtam ceruzával, tehát szabad azért. Másrészt, volt is erről szó. A számítógépbe se tűnik feltétlen, mert ha akarja az ember, kimenti azt a változatot, például én így is szoktam csinálni, és egy másikba dolgozik tovább, mert mi van, ha volt benne valami, ami jó. Egyáltalán én soha nem sajnálom, a technika fejlődése az csak jót hoz, semmi rosszat, csak jót hoz. Mindig mindennek az árnyoldalai megmutatkoznak, aztán eltűnnek. Ahogy a színházasok azt hitték a film feltalálásakor, hogy vége a színháznak. Beadványt küldtek a
önkormányzathoz, amit akkor nem így hívtak, de ez mindegy, és azt írták, hogy kérjük, hogy tiltsák meg a színházak, nem, a színházak írták, tiltsák meg a mozisoknak, mozi nem volt még, kávéházakból volt filmvetítés, de volt 3-4 egy nap. Tiltsák meg, nekik is csak egyszer lehessen, különben mi alul maradunk. Aztán, amikor megjelent a tévé, akkor a filmesek kezdtek majd rézni, meg egyszer a színházasok, és látja, mindig minden megmarad. Most van egy izgalom a CD-vel. Hát én biztosíthatom önt, hogy néhány év múlva megint venni fogjuk a CD-t, talán még a fekete lemezeket is. Mert mindig minden, az új, az hozzájön, átmenetileg elnyomja, és hogy akkor ugye a szakmánkhoz térjünk, a könyvek mindig meg fognak maradni. Mindig. Ez a nyomtatott. Lehet, hogy a papír modernebb lesz, lehet, hogy olyan lesz, hogyha elolvastuk, egy gomnyomásra el lehet tüntetni róla, ami ott van, és elektronikus úton oda jöhet a következő, az lehet. De hogy könyvespolcon lévő könyv lesz, míg a világ világ, az biztos. Kérdés, hogy a világ meddig világ, de erre a kollega fog felelni. Igazán büszke vagyok, jól belejöttek a kérdésekbe, tényleg. De most azt hiszem, mégiscsak neked De szerintem kéne. Ez a világ-világ, ez jó végszó volt. Igen? Hát akkor ezzel a jó végszóval így kórusban megköszönjük megtisztelő figyelmüket, és én csak azt kérem, hogy tartsanak meg jó emlékezetükben. Köszönöm szépen. A meditációt óhajtanak, fáradjanak ide.